uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 13 perccel, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Sziasztok! Erre nincsenek szavak, ami történik. A másfél hónapos kánikulai meleg rekordok megdőlése után, gyerekek, mínuszok, lassan a 10 foknál vagyunk, amiben fogadtunk, hát, csak mondom, hogy ez szerintem súrolja már az országban valahol. Ami még nem is lenne baj, azért valljuk be őszintén, nem, tehát, de melegen fel tud öltözködni az ember, de váltásruhát egy kitelepülésre azért nem hoz magával 2-3 kört, mert nem, hogy egyébként itt erre van szükség. Hát, ha valakinek srácok, van egy kalucsni, az kölcsön adhatná. Gyerekek, mindent, olyan szakadó eső, hogy az valami elképesztő. Teljes joggal itt egyébként azok közül, a zalaegerszegi hősök közül, akik ma reggel kijöttek ide a szakadó esőben, hogy találkozzanak velünk, valaki odaszólt nekem, hogy mennyi az idő, és tökéletesen igaza. Basszus, nem tudtam kijönni egyszerűen a szállodából, mert ahogy kiléptem a szállodából, gyakorlatilag leszakadt az ég olyan szinten, hogy ez a 3 perces út rommázta, vagy rommá nedvesítette, meg lucskosátette a cipőm. Meg gondoltuk, hogy elkezdjük. Igen, hogy elkezdjük, és adásba nyomozunk utána. Behívtuk a szállodát, persze, hogy hol vagy, vagy itt mi már történt. Többen mondták, hogy egy átfolyó patak elragadott érdem. Mi van itt? Igen. Özön víz, ez Olajgerszeg belvárosában, autó. Egy áldozat. Üzletek. Igazából sajnos nem tudtam korábban elindulni, mert éppen napsütötte tájakat nézegettem az interneten keresztül. De reggel fölkeltem, megnéztem, mert az, hogy 6-tól 7-ig 100%, 7-től 8-ig 100%, az borzasztó. 8 után áll majd el esetleg. 98-ra. Igen, 98-ra lemegy, de legalább akik itt vannak a dísztéren, igen, ráadásul az Nyíregyháza, akik itt vannak a dísztéren, legalább felkeltjük őket. Nincs ezzel baj, mert ott már néni nézelődik, vagy igen, lehet, csak rossz a szemem, nem is annyira néni, hanem nem, más is nem nézelődik, igen, hanem ez egy... Hanem egy puskát vesz a vállára, és megcéloz vele. Egy mozaik a házfalán való. Egy fekete ajú kislány, hát nem annyira kislány, igen, hölgy áll az ablakban, igen, lehet, hogy csak most ébredt reggel. Hallasz minket? Akkor integes. Integ, akkor hallgat minket, tehát most vagy behallatszunk, vagy adáson keresztül hallgat bennünket. Viszont ezt jó tudni, mert akkor oda be fogunk tudni húzódni. Hozzá? Tehát, az egy száraz zárt hely, le lehet húzni a redőnyt. Igen, de ahogy ő most hátra lépett, oda te be nem lépsz. Oda be nem lépsz. Leegedi a redőnyt, bereteszeli az ajtót, oda mi nem megyünk be. Figyeljetek, reggel csörgött az óra, ezt hallottam. Na, mit, ébresztő? Ó, de szép. Mi van veled, ez ilyen romantikus ébresztőd van? Neked ilyen jó a szundi? Én azt hittem, hogy metálra ébred. Ne, srácok, nem, hát azért reggel, nekem sokkal nem sokkolom magam kultúrával. Ez így megszólalt. Hú, átállítom én, és ezt be lehet állítani, hogy hogy szóljon? Igen, leállítottam, oda mentem az ablakhoz. Kinyitom. Elhúztam a sötétítőt. És vártad. Mi a büdös út. És vártad. És abban a pillanatban konkrétan, mint a hideg zuhany. De tetszik ez a dal? Igen, tudom, hogy ennek írokná neked szöveget. Nem ez a lényege most. Ó, te csodás kicsi Balázs, ó, te csodás kicsi Balázs, a reggel, babának rád már egeszege. Nem, ugye megmutatom, az enyém, hogy kegyetlenül belém rúg, és azt mondja, kelj fel, szállj ki az ágyból, és indulj dolgozni. Mariba, nagyjából ezt üzeni azért. Várnak te rád egeszegen, kb. 10-en nem is ez. Esik eső, deciben. Jaj, gyerekek, tényleg le a kalappal nektek. Azért vagyunk néhány, nem is értem, hogy nem, miért, hát, már, hogy nem a saját érdemeinket, igen, akarom kisebbíteni, de az, hogy ilyen szakadó esőbe itt álltok, hát ez külön megtiszteltet egyébként. Na figyelj, hallgass, hogy szólok, hallgass, milyen kegyetlenül szólok. Na. Jó sikerül. Abbajta. Hát elmegyem egy ideig, ez kész, ha erre nem kelek fel, akkor vége van. Értitek már, hogy miért ébredek olyan nehezen. Na mindegy, ezt abbajta, akkor nem mutatom meg. Mit akartál, kit akartál megszólaltatni? A melyik 100 000 forintért jöttél, mert ugye mondtad, hogy biztos miattunk vannak. Az van 400 000, melyik játékot akarod megnyerni? Kutyásat. Kutyásat? Akarsz kutyásat játszani, kutyajelmezben jönni, menni? Figyelj! Ja, te akarsz kutyát vezetni? Igen, igen. Kutyát kell hozzá egy pár. Tudom, majd érkezik. Ja, hogy ő jött, tehát te foglalod a helyet, és akkor később jön a kutyus. Jó? Jó, hát Forrestó, Mr. Forrestó itt van. Forrestó úr, itt van. Jó van, Forrestó úr, ott indeget. Jó van, eső szél. Alig várj, sípolhasson. Alig várj, hogy nyitass arra, itt Forrestó úrat semmi nem tántorik. Figyeljetek, 100 000 forint, és utána pedig az összesített eredmények után a legjobb időt elérő még kap egy nagyon kellemes kis hétvégét. És a pihengetést egy nagyon jó szállodában, tehát hogy azért megéri kijönni azért a pár percért. Igen, azt már most 9 után játszunk, mert most az átra
rakjuk átra ki 9 utánra. Igen, ide? próbáljuk meg. Hát azt nem tudom egyébként, hogy majd a mizósoknak a játék, a csobbanós játék mennyire lesz népszerű ebben az időben. Hát amennyire tegnap ügyesen dobtak, úgy nem kell félni attól, hogy bárki becsobban. Tehát közelebb hoztuk, tudom, meg erősebben kell dobni fel. Trenírozzuk a játékosokat. Drágám, mondjad? Fehér, igen, nem. Fekete-fehér, jó. Az. Fekete-fehér, igen, nem. Bár bejelentkeztél a játékra. Nagyon jó, az jó lehet. Igen, visszatérve egy pillanat elég a mizós játékunkra, ugye ott egy nagyon picit változtatunk a szabályokon, mert tegnap gyakorlatilag senki nem tudta egy méterről, vagy két méterről mondjuk eltalálni azt a bizonyos kis tányért, ami mozgásba hozta volna azt a szerkezetet, aminek a végén ugye a delikvensi küldtök, aki megszerette volna nyerni azt a 100 000 forintot. Egy picit most közelből fél méterről fogjuk majd dobni, fél méterről, és kajakra meg kell majd küldeni, mert én megnéztem azt a demo videót, amin a mi csodálatos Robertánk letesztelte ezt a szerkezetet, csak róla tudni kell, hogy ugye versenyszerűen úszott, és hát azért van egy húzása a karjának, hogy is mondjam csak. Igen, hát erősen kell dobni, kell közelebbről. Jó, az tegnap fél méter, az... hát onnan hát, ha eltalálják. Jó, mondjuk a tegnapi dobások, azok mehettek volna a 30 centiről is, tehát az... Jaj, de óvatja. Igen, nem azt mondom, hogy görvicanitaként kell azért dobni. De hát azért valami minimális fizikai erőre azért szükség van, hogy ezzel eldobja azt a labdát. Igen, ezek nem olyan szenzorok, hogy elhúzom előtt a kezemet, vagy alatta a lábamat, és felnyílik a csomagtartó, ugye, kedves Opeles. Na, hát igen, Opeles játékunk is lesz majd. Egyébként nagyon szeretjük az autóba be- és kipakolás. A lámpa, a síléc külön nagy siker volt ugye tegnap. Hát, szenzációs. Igen, azóta polírozzák a 8-tolos kijelző. Azóta oda a kárpit és a kijelző. Mit várok egyébként a lámpa bepakolásnál, hogy valaki összetöri a búrát. Először tudod elő, de nem fér be elő. Hátul mindent. Jó, de szigorúan indítsuk csomagtartónyitással. Tehát játék onnan indul, hogy nyitva van az autó, igen, és ki a csomagtartót lábbal ki kell nyitni. Tehát azt nagyon szeretjük, mert az arra rosszul érzel rá, hogy steppelsz egy olyan 12 másodpercet, mire sikerül kinni. 1000 évvel ezelőtt voltunk itt a Klasszal, emlékeztek? Ugyanezen a téren voltunk, igen, csak arra nézett tehát arra nézett az üvegstúdió. Miért? Most merre néz? Most is arra. Mutatja így előre, hogy arra nézett az üvegstúdió. És ott sárga buszok járnak azon az utcán. Ugyanez lehet. Egy rohadt nagy fa, igen, úgy emlékszem. És itt pedig balkész felől volt talán egy kút, esetleg egy szökőkút. Tényleg, ott van. Kőpadokkal, de nem, az már régen volt, lehet, hogy rosszul emlékszem. Igen, mert azt akartam, hogy az üvegstúdió a tér másik oldalán volt, tehát közelebb ahhoz az úthoz, és akkor itt valami fiúnak a haját festettük, emlékszel? Fodrászkodtunk rá, lefestettük a haját, és aztán valami vízzel lelocsoltuk. Ilyen, amikor iszik. Igen. Ugye? Igen, de tényleg ez nem valami hajfestés. Nem valami dödölle ültetek a gyomromat a lázálomban, hanem egész egyszerűen emlékszem. Valami gyors festési módszert. Igen, valami gyors festési módszert. Ki volt itt akkor? Ők még nem is éltek akkor. De ott szertetül egy fia. Emlékszel ilyen hajfestős bulira? Nem, jó van. Oké, kösz. Nem emlékszik? De volt egyébként. Hogy kiszúrtam magammal, képzeljétek el tegnap. Lefeküdtem, mondom, alszom egy órácskát, mondom, mit? Nekem ez történt este 6-kor. 7 óra, 48-kor szépen megriadtam, 1:30-kor tudtam újra elaludni. Tehát ez, a délutáni tehát, ha még egy órát örömei, kibírok, tudod, akkor tök jó, mert akkor alszom mondjuk 9:30-kor. Aludtam egyet, szundikáltam, éjjel, nem is tudom, 1:45. De amikor már tudod, úgy fekszel, hogy már balra fordulsz, jobbra fordulsz, és már egyre idegesebb vagy, és már tudod, hogy nagyon kéne aludnod. Akkor olvasol egy kicsit, akkor minden más. Igen. Azt nem mond, igen. Ez ára 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, már többet már nem bírom, amiből fogtuk elaludni. 5 óra vezettem magammal szemben, és 1:45 vagy 1:30. De miért? Hát, mert aludt egyet 6-tól 4-8-ig, és miért csak M1-et néztem, értétek, mekkora volt a baj? M1-et, érted? Tehát azért az nagyon nagy baj, ha én M1-et nézek. De az a baj, hogy az idegesít nem altat. Az a baj, hogy felhúztam magam, és az egint fél óra. Nem, hát az 6-tól 7-ig alvás, az már nem törvényszerű nálam. Szóval az... Csak mondom, az már nem szerencsés. A buli király, aki lecseszed bennünket, hogy vasárnap hol vagyunk, érted? Ezt hallgattuk tegnap. Egyedül rollereztem a szállodában. Hogy a Jani nincs, érted? A Feri későn jön, megbeszéltük tegnap este vacsora, kitűnik el. Na ki, ugye? Jó, Békés Csabán bepotoljuk. Békés Csabán ott leszek. Én szervezem a vacsorát, ha nem vagytok ott 7 órakor nagyon az étteremben. Nagyon várjuk az SMS-eket, hogy hova kell menni, hova és mikor. Megvan még az a jó étterem, ahol voltunk? Nem, majd megnézzük. Haverod, nem?
Haverodnál volt. Haverom nem volt. Jó volt egyébként. Jó talán egy egyébként. Igen, még alkoholos italt is fogyasztottam, amíg a Feri elment brunyálni az övébe, ittam bele. Ne, jaj, te hallgassál, mert tényleg tegnap megcáfoltad saját magad. Gyerekek, elmentünk a vacsizni a Lacival, fölhívtuk Jannit is, mondja, hogy gyere velünk. Hát végig is meg volt beszélve. Igen. Nem lehetett belőle kibújni. Amivel én hátráltam, kiperémi nyitottam, és úgy bújtam ki belőle, hogy Oscar szagú volt, hogy eltűntem. Megvan a vacsi, hát akkor menjünk el, fölmegyünk a Lacival egy egészségügyi sétára, Jani is jön utánunk, hogy akkor ő most már megy haza, érted? Lemegyünk, fizetnénk, és ez a drága gyerek, ez, érted? Itt, hát kifizette a vacsoránkat. Nagyon egyszerű, nem volt apró, és nem volt más választás. Igen, nem volt beleadni, nem tudna, nincs apró, akkor az iskolája, de jó, akkor adja egy egész számlát. Úgyhogy egy ember salátát evett, ketten csak ittak, úgyhogy én. Igen, mekkora volt a fogyasztás, kicsi? 3004. Akkor adja a számlát. Igen, de hallom, korábban távoztál. Egy picit igen, mert még ki kellett mosnom és teregetnem. Jó, hát megérte. A vasárnap óta az a felgyűlemlet szennyes halom, ami lehet nálad, érted? Az alsógatják, az edzéspólók és az okri garmada lehet ez alatt a másfél nap alatt. Én értem, hogy szerdára már hiány vagy a tiszta alsónak. Ja, érted? Hát volt itt egy kis edzőtere, oda elment, és akkor ott leizzadtam, de hogy megint így... Annak ellenére, hogy ez egy ilyen szállodai edzőterem volt, azért, mivel ilyen public, tehát nyitott mások számára is, akik be akarnak jönni, és akkor... Érted, public. Public, ezt mondta, public. Hát ezt is tegnap este tanultam, gyorsan elmondom, miatt elfelejtem. Na és bent, és megint egy picit ilyen ízelítőt kaptam ebből a konditerem kultúrában. Nagyon, nagyon, tehát intelligensek voltak, jókfejek voltak, de hogy megint volt lent egy olyan srác, aki úgy látszott rajta, hogy így valami van, de nem sok. És az a... Nagyjával? Igen, nem, hát ugye tudod, a hozzáállással. Ja. Kicsit tolockodom, utána egy kicsit szögdécselek, utána egy kicsit hasazom, kicsit utána kalapácsozom, kicsit utána tárogatok. Megnézted, ebből kicsit, nem én voltam. Igen, nem. Nem, jó. Nem, mert te a kicsit sem. De azt arra jöttem rá, hogy valójában ez egy közösségi élet. Tehát, hogy sokak számára... Hogy bulizni ez jár, igen, ez ugye? Egy... Igen, az igen. Azért dumcsizzon, új, divatról beszélgessen, lásson embereket. Ez a fizikai kivetülése a különböző ilyen közösségi oldalon. De oda mész, és nem csetelgetsz, és ízé. Mesél. De milyen Porsche-t hozott be Németországból? Milyen Cayenne-t? Az a baj, a futógépnek a hangja elnyomta a beszélgetést, de hogy alapvetően csak így kívülről, így félszemmel néztem, azért nagyobb darab volt, mint én nem akartam nagyon fixálni, hát ha vissza akar ő is jönni velem. És tudod, ez a picit mindenből, de nem sokat. Jó, hát lehet, hogy picit el. Lehet, hogy egy ilyen felfrissítő zónában. Lehet, hogy pihenő napja volt. Mondjuk, lehet, hogy ha ilyen a pihenő napja, a köcsém. Ez a pihenőnap csak azért lenézett, hogy ne szakadjon meg a sorozat. De mondom, óriási, hogy ez még mindig így. De hogy ez mindenhol így megy, szerintem. Nem kell mindig megszakadni, nem? Persze. Most nem volt úgy kedve, de nem volt írva, hogy edzés, csak lemész. Az év 364 napja nem kell megszakadni, aztán ott van még az az egy, nem? Vagy egy, igen, fölgyúrja magát. Én edzettem tegnap a szobámban. Na. Mire? Csak jobbra? Igen, okay. Akkor a Popeye izomra. Kicsit mozogtam, ugráló köteleztem, expandereztem. Igen, medicinlabdát dobáltam a falhoz. Falra kicsit ugoltam. Nem, én ilyen 100 fekvőt csak úgy megcsináltam, de nem egyszerre, hanem közben kiakasztottam a telefont, leraktam a földre, és akkor közben úgy dumáltam, hogy járkáltam a szobába, engem kicsit, jó esett egyébként. Hát ez délután 1-től este 6-ig, de akkor bejújtál az lágyba, egy órát aludtál, felkelt. Nem, meg rollereztem nagyon sokat. Tegnap rollereztem. A szobában? Nem, de hát amikor a szobában... Már megint megkaptad a President Roomot. Hát azt hagyjál, hallod? Hát volt ott minden más is. Óriási szoba volt az valóban. Tehát 4 méteres belmagasság, egy 102 négyzetméteres szoba. Mielőtt hallelujáznánk, hogy egész délután rollerezett, ez egy elektromos roller. Tehát nem kell csinálni semmit. Jó. Ugye? Tehát nem sport. Gondoljátok, hogy hajtom ezt. Megnézem, mennyi a végsebessége. 28-al lehet csapatni. 28 a vége. Le van fújtva biztos. Le van fújtva, föl kell csipelni. 28 a vége. 30 aztán már nagyon lassít a fal. Hát majdnem elestem egyébként, de nagyon jó. És Sevestyér úr, ez még nem a szobája, ez a hal. Tehát egy picit menjen fel, második emelet 213-as. Legyen kedves fölmenni, mert itt azért még... Mondjuk amikor 40 évesen ezt a rollert így kiben rángatom a liftbe, akkor azért elég sokan furán néznek rám. Tehát, hogy nem nagyon értik, hogy ki ez a csáv, és mit csinál ezzel a 4 éveseknek való rollerral. Mert hogy ezt lifttel viszem föl, ugye mindig, nem cipelem föl, ez nehéz. Világos, hát a sport. De párbeszédek vannak közben? Nem, csak látom, hogy furán néznek rám. Tudathasradásosan. Gyere már, kisfiam. Apa, ne rángassál már annyira. Állj már rá arra a rollerra, hülye gyerek. Jaj, apa, félek még egy kicsit. Mondta, hogy összecsukatósat legyünk már. Tűnj már be a kocsiba és közd már be magad. Felírjuk a szobába, megverlek.
Na jó, a gyerekek, esik még ott ki? Nem. Csak divakból tartjuk az esernyőket mi itt. Jó. Nem tudok mit mondani, csak az, hogy tartsatok ki. Így van, hogyha ha most tudok más mondani. Annyit meg tudunk ígérni, hogyha a kedves dalgerszegi hallgatóinknak a fele megunja az itácsorgás az esőben, és hazamegy, a másik felét beengedjük a stúdióba. És akkor meg vagyunk, itt nem és esik. Akkor itt azért viszonylag jó. Még tartanak a tojás tartok a plafonon. Mondjuk ott nehéz lesz lejátszani a játékokat, de megpróbáljuk. Igen. Na jó, van, elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni, jó? Úgyhogy gyertek akkor, hát mondom, hogy nagyon jó az idő, úgyhogy gyertek. Így van. Dísztér Zalaegerszeg, ez a helyszínünk. Senkit ne riasszon el azt, hogy effektíve függőlegesen esik az eső. Azt szoktuk mondani, hogy ennek az időnek örül valaki, vagy valaki valahol örülne neki. Nem? Persze, hát, tudjuk, igen, a Vetésnek nagyon jó. A Sivatagi Show című műsorban például a kiskacsák örültek volna neki, de egyiket. A májusi esőről mondják, viszont meg lesz 10 rugó, meg lesz gyerekek. Ma valahol az országban lesz 10 fok. Ugye 10 fokot mondtam. Napközben, igen. Napközben. 6 óra 29 az már nagyjából? Aha. Na persze, nem, a napközben az dél. Na, hát az mi? Most mi? Hát 6-29, nem már, Jani, veled tényleg vagyok. Hát 10-től 4-ig. 10-től 6-ig. Aha. Na jó, 10-től 6-ig. És ne legyen illúzióid, az országban egyedül egy helyen van ilyen idő most, Zalaegerszegen. Igen, de holnap ez már Szeged. Természetesen, és utána pedig még kis csak szóval. Mondom, ha 10 fok van, akkor te bukod a pénzt. Igen, azért 10 rúgom, mert ebben fogadtunk. Na, elmegyünk hírezni, aztán jövünk fél hét van pontosan, jövünk vissza mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 van, hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatóink, itt vagyunk a Rádió 1-en, és lehetted magad? Le az egész szakállamat. Tényleg? Az eső lemossa meg. Majd kiállok, és kimész. Már meg is frissül. Felnézel az égre, hogy gyűn nekem még a felhők fel. Uram, miért van? Felüvöltesz a jó Istennek, és addigra le is mossa a szakálladat. Egyen jobb kedvűen tért vissza a lány az ablakba, látom rajta, hogy egy kicsit jobb kedvű. Amikor reggel kinézett, akkor még olyan kicsi, kik ezek itt, miért zajonganak? Most már úgy kedvel minket, 8-ra meg is szeret. Korábban keltél életem, mint szoktál, fölébresztettük? Föl, láttam rajta. Ne haragudj. Tehát hallgatja, persze, hallotta. Tehát láttam rajta, fölkelt, és éreztem az auráján, pedig több, mint 30 méterre van egy ablakban. Vigyek fel reggelit? Vigyek fel neked szendvicset? Nagyon jó reggelink van. Jobb kedved lesz? Azt mondja, italt hozzá. Mit itt? Kávét? Teljeset? Fölviszem, megyek mindjárt. Szólott a mikrofon még? Ákos, hol vagy? Hát ez egy jó kérdés. Az vagy addig addig átázik. csak telefonnal tudsz menni. Na, szóval, hogy most már kedvel minket. Oké, jó az időm? Bírjátok, élvezitek? Jó. Rohadék kérdés, ez bent rá. Kitartása. Egy, minden oké? Meg vagy? Jó. Na, egyébként írják a hallgatóink, nagyon drágák, hogy már Pestre is megérkezett az őz, úgyhogy... Úgyhogy kitartás mindenkinek, mert most már ez országos, szóval nem az, hogy jó. Felettünk jön egy felhő, hanem most már minden. Nem vagyunk árőrvendők, de azért egy picit. Ez az. Igen. Na, azt mondja, hogy itt a bizonyíték. Hol? Egy hallgató küldött valami fotót, nem tudom. Szerintem ez... Egy régebbi zalaegerszegi kitelep, és amúgy eltekintve az elázástól, nagyon jó a műsor, jövök vissza azon. Jó, nagyon jó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ő jön vissza azonnal. Nyugis kacok, Pesten is esik az eső. Balja, Szolnoki bögrédet foglalom. Jó, hát azért az el kell jönni. Tehát akkor tudod foglalni, ha eljössz. Oké, na, azt mondja, hogy nézzem, hogy mi van még. Meddig leszek ma Egerszegen? Kettőig dolgozom sajnos, de mindenképpen szeretnék beletek egy szeltit, Gabi Zalaegerszeg. Hát a kettő az erős. A kettőkor én már Pesten vagyok. Nem, tehát esélytelen. Ugye nekünk azért van egy szegedi körünk is még, ugye, ami több mint 300 kilométer. Hát próbálj meg ideérni. Kivel mész? Hogy mész? Egyedül? Vagy a kocsival mész? A Magyar Állami Vasutak. De hogy nem, Judittal. De úgy, hogy M7, M1, vagy alul? M7, és akkor mit tudom én, majd átmegyünk Dunaföldvel, és ott valahol az M5-re. Át. Másképp nem lehet megoldani. Hát a leggyorsabb az M7-M0-a M5. Az a leggyorsabb. Igen? Igen. De én mondjuk... Judittal nem. Judittal mindegy. Ahogy csak a szerencse kell, meg a jó Isten, hogy átérjetek ából őbe. Én Pestet beiktatom, maradok, én csak reggel jövök. Úgyhogy. Én is tudlak vinni egy Velence, Budapest, Budapest vissza Velence, onnan Szeged. Az végül is jó, hát na. Anyám, és akkor ott fel tud venni Judit, mert ő akkora ér oda. De az is jó, eljössz velem Velencére, ott maradsz, úszol a tóban az esőben. Ebben a szikrázó napsütésben. Jó, naposga, pihensz, én anyámat elviszem kórházba, visszahozom, fölveszlek és elviszem. Kiszedem a
le. Ruhát a szárítóból. Szárító, így is van, amit kell. Igen, vasalok. Valamit okay. Főzöm jó, a gyerekeknek. Igen, felkockázom a hagymát estére. Jó, hát figyelj. És akkor este 8-ra nem vagyunk. Jó, 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 jó. Judit, a 8:30-ra terveztük úgy. Látod, még mindig gyorsabb. Igen. De akkor te is reggel? Nem, én el fogok menni este, csak anyámat el kell vinnem egy vizsgálatra. Jó, de ez hogy jön most ide? Igen, el fogok menni este. Oké, okay, értem. De én azt kérdeztem, mikor mi Szeged. Balázs, Békés Csaba, felkészültem, vár téged is. Felállítottak a városunkban egy bitcoin automatát. Na! Ja, és már itt is szakad az de eső. Ez, de siker. Most ezt miért csináljuk? Most már Magyarországon legyen több mit ellop, van. Legyen mit ellopni. Hát, de tudok kivenni belőle bitcoint? Igen. De a benne van itt tárgyiasan? Vagy mi? Viszek egy pendrive-ot, rádugom az automatára, és áttölti? Vagy? És haladod csilingel, és kiesik alul, bitcoin kiadva. Nem, effektíve így bitcoin nem tudsz kivenni. Uh-huh. Tehát ez nem egy létező dolog, mármint, hogy létezik, mit tudom én, egy adat formájában. De ez nem jelenik, nem létezik érme formájában. Tehát így, hogy ez a papír itt vagy 9 után ráírva, így nem lesz neked bitcoinod. Mert hogy az olyan, mint amikor a RAM-ot akarnál kivenni, vagy megabájtot, okay, vagy bitet, de akkor mit vagy, csinál egy bitcoin automata? Emelje a kezét, aki élni. Magyarországon elromlik. Ja. Mit csinál? Semmi. 2 napig dolgozik, utána elemelik. Jó lesz az majd valamire, Józsi, fogjad már, hozzad már a feszítővasat. Beázik. Van rajta monitor, jó lesz otthon tévé. Valamit csak csinálunk vele, álljál be oda, zsiguli, azt tépjed ki a falból azon. Valamire csak jó lesz az. Viszünk a sanyékot a bontóba. 2 nap múlva tele lesz üres csavaros üvegekkel, meg üres sörös dobozokkal, az biztos. Viberen fotót, 10 fok. Jó. Jó, délután, tehát nem, délelőtt 10-től este 6-ig. Délelőtt 10-től este 6-ig nyerem a fogadást. Így tehát van. Amikor 10 fok van az országban, 10 és este 6 között, küldjétek el a Viberre, holnap megnézem, jó. És azonnal nyerem a fogadást. Ilyen. Kitartás nektek, ne hangoljon le ez a csodálatos idő. 33 küldte nekünk, illetve Mémes Tomi elküldte, hogy óriásit gitteltem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen hát köszönöm, Tomi. Na, végre. Igen. Gyerekek, apró dolgok ezek, de fontos dolgok. Ez egy régi, keserves projekt volt, és végre azt gondolom, hogy beért a gyümölcs. És nagyon-nagyon szívből gratulálunk, mert minden egyes hallgatónknak a problémája, azok számunkra is problémát jelent. Örülünk, Tomi. És aki esemes, hogy az őszintesség kapuja látva. Igen, kinyitottuk. Így van, hogy azt mondjuk, hogy akkor megmondjuk, elmondjuk. Abszolút, lehet egy ilyen reggel, hogy ma mindenki megírja, hogy mit érez, mit gondol. Szélesre húztuk ezt a kaput. Jó, drága hallgatók. És kicsúszta. Nem kell aláírni. Írjátok meg, mit éreztek, mit gondoltok. Nyugodtan írjátok ma reggel, a reggeleteket írjátok ki magatokból. Beszéljétek ki magatokból, legyen egy terápiás. És rossz idő van, őszintesség. Időjárás, írjátok meg. Balázsik rendelnek. Rendelünk, csak beolvassuk, és meglátod ezáltal, hogy kiírod magadból, sokkal jobban lesz. Állok az esőbe, unom. Mit tudom, összevesztem az anyámmal, szívem szerint megölném. Az anyósom egy, mit tudom én, egy angyal. Az anyósomat nem tudom, mit tudom. Igen. Kevés fog jönni, férj. Mit tudom én, a férjem egy szemét, azt hiszem megcsal. Mit tudom, írjátok meg, hogy mi most a férj, milyen hangulatban titeket vagytok. Hallgatlak, mert elromlott a CD-re játszom. Így van, mert a bocsék szabadságom vannak. De nem is olyan rossz. Tehát ezt írjátok meg nekünk, jó? Kis SMS-ek, hangulatok, életképek. Petra, jobban gyűlöllek benneteket. Gyűlöllek benneteket, mert itt állok az esőbe, és nem jön a 7-es busz. Na, bármi, ami a fejetekben van, egy érzés, egy gondolat, küldjetek el nekünk. Nagyon jó a kérdés. Miért állnak ott azok a csajok mögöttetek? Jó állás, puszi, Linda. Hol vagy, Linda? Kiírta az SMS-t. Női testőröket kértünk. Igen, kiírta az SMS-t. Hol vagy, Linda? Mert itt kell, hogy legyél, hogy láss, hogy itt állnak a csajok mögöttünk. Ha meglátta a csajokat, és megirigyelte őket el. Vagy a csajok írták be az SMS falra, hogy foglalkozzunk már velük. Akik itt állnak mögöttünk. Van köztetek, Linda? Nincs köztetek, Linda. Jó, hát akkor nem tudom, kiírta az SMS-t. Hát persze, mert álnéven tolják, hát majd találják. Nem ilyen hülye vagyok én. Írjad te. Oké, lányok, kaptuk egy mikrofont, hogy a Feri odalép hozzátok. Hello, csajok, jó reggelt. Hello. Sziasztok! Jó reggelt! Hello. Sziasztok! Egyedül nem mertetek jönni, ezért erősítésben kettő jöttek. Igen. Bátrabbak vagytok, igen. Ugye? Hello. Kit hogy hívnak? Úgy se jegyzem meg. Laura. Laura. És Linda. Ki? Mika. Lina. Jaj, elszóltam magam. Laura és Niki. Laura és Niki, honnan jöttetek, lányok? Zalaegerszeg. Ne csináljátok, hogy a viharba. Messze van? Messze, igen. Messze van, az tűnik. Nagyon. Meghoztuk a jó időt, jó, nem? Csodálatos. Nagyon. Mióta vagytok itt? Hát 6 óra után jöttünk. És egy órája itt álltok? Igen. Azért itt nálunk melege van, itt egy kicsit átmeleg. Ugye? Laci integet is, hogy ők nem játékosok, ők csak bejöttek, mert kint esik. Nagyon fáztunk. és konkrétan a radiátor mellé állt. Mert az lett volna, nem, Balázs, a kolléganői 10 éve. Ja. Igen, ismerkedjétek meg. Igen. Oké, ki akar játszani? Én. Te vagy a Linda. Laura, így föl vagy éppen nekem. Laura, és kivel játszanál? Lindával. Velem játszanál, Laura. Jó. Oké. Mit? Fekete-fehér igen, nem. Most azt játszunk, fekete-fehér igen, nem. Hát, ahogy láttam, az arcán több ötlete is van, de akkor...
Nem, én még a dalfelismerős játékban voltam benne. Tehát félig meddig még azt gondoltam, hogy az jön, mert 3 hete vagy 2 hete eljátszunk, de az majd később lesz. Oké, okay, jó játékos vagy? Megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Hát ez nem túl biztató. Nem árulok annyit sok örömzalommal. Csak rádióba hallgatni, onnan menni szokott. És Niki jött téged mentálisan erősíteni. Igen. Tehát ő a lelkitársad. Kolléganő. Kolléganő, mit dolgoztok? Itt dolgozunk 2 sarokra a Paradicsom étterembe. A begyárját neki. Ebéd meghívás. Jó étterem? Persze, természetesen. Köszönjük. Mi a specialitás egy Paradicsom nevezetű étteremnek? A káposztástvekem. A nép félrevezetés megvan. Menüztetéssel foglalkozunk, tehát csak menü van nálunk. Ezzel hangzik túl jó. Nagyon jó. Kell próbálni. Fogadjuk, jó, hogy... Csak este például nem tudtunk menni. És este mi? Este nincsen. Mi este panírozunk, öcsi. Ja, hogy itt 3 vagy itt van? Igen. Hát ez egy menő hely. Hát este gondol... csak a rakottak menne. De mi, ez az a legeszegek már nem járnak étterembe? De járnak, csak nem oda máshova. Uh-huh. Csak menjenek, hova akarnak hozzátok, biztos nem, lehúzzátok a róla. Így kell ezt csinálni. Hát fogadjunk, hogy az étlapon van burgonya, prosza és dödele. Attól függ, mindig más van. Ne mondd már, akárhány étterembe tegnap bementem, mindenhol volt burgonya prosza, én is azt ebédeltem, örültem is neki. Én akartam menni, de dödölét nem találtam, pedig mondtam, hogy egy tál dödöle. Ennék belőle, de a pincelnek nem nevetett. Én is egy tulajdonképpen proszai okokból ettem tegnap burgonya prosza. Oké, kezdjük el, Laura, mit szólsz hozzá? Jó? Essünk egymásnak. Na, János? Ő kicsoda? Nem tudom, egy fiú följött egy GoPro-val a kezébe. Igen. Te már velünk vagy? Tegnap még nem dolgozol. Itt vagy velünk? Te velünk dolgozol? Velünk dolgozol? Csak följöttél. Ja, nem baj. Jó. Hát videózgassák. Igen, a biztonságőrünk kicsit most behúzottak a sátorról. Ki akar, jöjjön fel videózni. Jó, na, figyeljetek. 3, 2, 1, fire! Na, Laura, akarsz kérdezni? Lina. Kérdezhetsz nyugodtan. Kérdezzek nyugodtan, mit kérdezzek? Mit csinálsz ma, miután dolgoztál? Hazamegyek a gyerekemhez. Van gyereked? Igen. Azt jó. Vége. Igen. Az érzelmi szál. Ugye. Jó volt. Jó volt. Egy 14 nem volt másodperc jó volt. De... Igen, az acélos a szó, amit keresünk. Vártatok rá egy negyed órát, játszottatok egy 10 másodpercet. Jaj, lement a székem. Szóval... Hello. Miért kettő? Ugye? Azért, kettő mert... ajcsi csomag? Nagyon rendes vagy. Ezt ketten hozták össze. Ja. Most gondold el. De képzeld, mi lett volna egyedül jön? Nem, ekkora játék volt is, hogy itt van a barátnő és fogta a kezét. Mi van, egyedül jön? Olyan jó, hogy ott voltál, nem bírtam volna csak 2 másodpercig. Hihetetlenül tartottad bennem a lelket. Milyen szűrő a paradicsom? Fekete! Jaj, nem! Jó, csajok, erős játék. De legalább tudtok menni dolgozni. Jó? Csinálni a lebbenslevest. Lebbensleves véres hurkát. Mi a mai menü, tudjuk? Még nem. Ami tegnapról maradt. Megfrissítve. Jó, aztán nincs az abban. Kettem már jöhet a Hortobágyi, mert van maradék tegnapról. Kett Hortobágyi, szerda brassója, abban minden nem, menne. Nem, biztos, hogy nagyon jó. Nem, persze, biztos, hogy jó. Csajok, nagyon drágák vagytok. Egyáltalán az, hogy kijöttetek ilyen esőbe, és itt kedveltek bennünket, és idejöttetek, ez már nagy dolog, mert azért szakad az eső, hát ez nagyon-nagyon elhivatottnak kell lenni. Úgyhogy nagyon helyesek vagyok. Mondjuk a testbeszédetek azt jelzi, hogy nem akartok még nagyon menni. Olyan stabilan álltok. Jó érzitek magatokat, nyugodtan. Dogálhattak. Jó, köszi a játékot. Sziasztok, puszi. Sziasztok. Ciao. Attila írja. Micsoda adokapok. Igen, az egy csatája. A betyárek, micsoda adokapok volt. Hihetetlen egy mohács. Hihetetlen, nagyon rá kellett indulom. Oké, na, jövünk akkor, és a Mizó játékunkkal kezdjük szerintem. Essünk túl azon, hogy valakit megfürdetünk. Ez tegnap nem sikerült, ami legnagyobb bánatunkra. De most nekiállunk, ugye itt dobálnak majd az ellentétes párok egymásra, a másik játékosra, és hát vízbe kell esni. Hát és nem kell, de igen, ugye de célszerű, az a vége. Célszerű. Igen. Most kezdett el ritkulni a tömeg. Jó? Ez így is elásztunk. De lesz még aztán az operes játékunk, Mr. Foresto már feni a bolhanyaköröket, úgyhogy kutyajelmezben szerintem hátul próbálja a pályát 26-ot szóra ma. Úgyhogy... 3-2, egy síp, meg tudod jegyezni. 3-2, egy síp. Úgyhogy játszunk egy kicsit. Jó, Mizó játékunkkal jövünk mindjárt a hírek után. 2 perc, ma pontosan 7 óra. Here we go! Hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék!
6 óra után, ja nem, bocs, 7 óra után 12 perccel álló mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk Zalaegerszegen, még mindig a dísztéren, tehát tulajdonképpen szakadó esőben, de meg lesz legalább a 10 rúgom, mert szerintem ma a 10 és este 6 között meg lehet az ország bármely pontján, kivéve mit, Jani? Kivéve, Zabart. Kivéve Zabart. Zabart, tudom, mert Zabart nézeget egyébként, azt jeleztem, hogy pont ez volt egyébként a, az igen, a település, amit nem, kizártunk. Az nem számít, de bárhol az országban 10 és este 6 között 10 fok van, akkor, akkor gyerek, mert két hete megmondtam, hogy igen, gyerekek, ennek meg lesz még a bőtje. Azt nem, arra nem szerintem, hogy pont a rócsó lesz meg a bőtje. De, de úgy is az van, hogy te fizeted a ebédünket, hogy mi az vacsoránk. A Békés Csabai vacsora. Abba beszáll a Jani. Levonjuk, levonjuk belőle. Levonjuk János vegaburgerét majd, vagy nem. Sült padlizsányát, ő fetasajtól. Pirított fetasajtól. Ott is burgonya prószát fogok fogyasztani. Na, azt, hogy gyorsan egy-két SMS, nézzük, hogy mit írnak hallgatóink. Ritkán kerek fel ilyen korán, de most vizsgai időszak van, muszáj tanulnom. Örülök, hogy vagytok bennem, most olyan érzések vannak, hogy ha lehet ennyi mindent megjegyezni, hogy lehet ennyi mindent megjegyezni, vajon végigérek-e az anyagon, átmegyek a vizsgán. Orvostan hallgató vagyok, patológiát tanulok, nehéz, de cserében nagyon érdekes. Álljunk meg egy pillanat, és emeljük alapunkat a patológusokra. Az emberek nem is tudják, mekkora szerepük van a klinikai diagnosztikában, nem csak boncolnak, zsenik. Jól esett ezt leírni, és köszönjük, beolvassátok tényleg. Mondjuk kicsit saját magadról szólt, ugye? Lenyűgöző. Hány évet tanulnak, hogy segítessenek másokat. Azt hittem, hogy ez séróból kezded el mondani, de ezek szerint ezt a hallgató írta magáról. Nem, nem, hogy patológusok világnapja van, és akkor mondok egy ilyen kis rövid speechet, hogy köszönjük a patológusokat. Tegnap nem tudtál aludni, ugye hétkor felkeltél. És megírtam egy rövid kis köszöntőt a patológusoknak. Hogy örüljenek a patológusok. Nem, ez detírta. Csak haza nem nagyon viszi az ember a munkáját. Igen, vagy hát ha hazaviszni, ne tedd a hűtőbe a többi mellé, amit hazavittél. Itt vannak a szombathelyiek. Na, milyen szombathelyiek vannak? Hát tegnap mondták, hogy jönnek. Szevasztok. Hello, szombathelyiek. Hello. Hát igazából én zalaegerszegi vagyok. Ja, és akkor oda jöttetek tegnap. Igen, vagyis hát ott tanulunk. Na, úgy könnyű szombathelyen megígérni, hogy jövünk Zalaegerszegre, és közben kiderül, hogy zalaegerszegiek vagytok. Hát így akkor azért ez nem akkora tesét. Igen, szombathelyre. Mi újságcsajok, hogy vagytok? Egy csaj van, egy meg csaj egy van, viszonylag férfias csajról van szó. Jó, figyelj, én csak esernyőket lát bentről. Érdekes. Pakolósok. Autópakolósok. Igen, az autópakolósok. Az autó, azt tudom, csak én esernyőket látok, tehát igazából Ferit látom, meg piros esernyőt, meg mindent, egy esernyő halom van, hello. Na, azt mondja, hogy itt állunk középen, kocsit szeretném pakolni, 100 000-et nyerni. Henny és Brigi küldte ezt nekünk, lesz még erre idő. Hello Henny, hello Brigi, ünteget egy srác is, hát ő nem a Brigi, valószínűleg. Hogy ki tudja. De nagyon jó. Oké, hát egyébként nagyon sok olyan SMS jött, ami hangulatról árulkodik. Ma indultunk a suliba, és ott vettük észre, hogy iskolatáska nélkül vagyunk. Örülök, hogy ma vacak idő van, mert a kolléganőm legalább nem egy falatnyi ruhában van, és nem kell magamban sírnom, hogy 3 gyerekes anyuka, és a barátnőm jó barátnője. Rohadjanak meg a 4-kerekű esernyősök, ez már egy másik SMS, Marci küldte nekünk. Fossak a rendőr arcára, aki megbüntetett. Jaj, picit direkt. A hangulatokat kértük, és gondolatokat. Igen, de átjött egyiket a hangulat, az tökéletesen átjött. Igen. Na, hogy állunk a játékunkkal? Mi a helyzet, Ferenc? Figyeljetek, mi... Ja, bocsánat, Ferenc, parancsolj. Nem, mondjad. Megszólítva. Ja, jó, akkor nem mondhatod te is. Mondom, vacogó hölgyünk van, már beöltözel, meg egy strambúli emberünk. Kezdjük a hölgyel. Mi a neved? Móni. És a párod? Móni. Mind a ketten Mónik. Tehát egy Móni párunk van, és az ellenség? Christopher. Barbie. Christopher és Barbie. Tehát az egyik Móni, a fázós Móni föl fog ülni az ülésre, és a másik csapatból Barbie pedig majd dobja a labdákat. Gyerekek, elállt az eső, csak mondom. Na, jó. Neked, benne a stúdióban. Nem itt vagyok itt. Nem esik. Ez volt az a nagy eső. Erre vagytok olyan nagyok. Ezért tartottak az erdőket. Nincs is eső. Nem, ez egy jó hír. Hát azért ez egy jó hír. Oké, fellányok, fel vagytok készülve a fürdésre? Nem. Nem. Aha, nem. Nem, jó, annyira nem. Meg akartam kérdezni, hogy ki lesz a játékos, de aztán rájöttem, hogy nem lehet egy ilyen helyi népszokás, hogy itt az ember kijön egyébként mínusz 10 vagy mit tudom, 12 fokba szakadó esőben egy rövid nadrágba és egy török közében, bárki tudja. Mónikám, drágám, hát másszál föl életem. Nem olyan rossz hely az, jó? Nem, meg kezdjük el a játékot, mert sose lesz vízes senki. Na, ahogy tegnap dobtak, úgy attól nem kell félnünk. Most előrébb hoztuk, közelebb hoztuk? Igen, igen, az van, hogy a Mizo Café Selection-ös játékunkban volt némi szabálymódosítás, ezt elmondtuk reggel is, de elmondjuk most is a pontosság, és Dr. Udvarhelyi néz szorgos etelt. Mindent rendben találtam. Igen, a közjegyzők is mindent rendben talált. Indulhat a sorsolás. Mert hogy képtelenek voltak tegnap a játékosok eltalálni ezt a bizonyos kört itt.
Ez egy jó lett volna. Fú, de jó lett volna, és beesik, igen. Szóval ez egy célba dobó verseny valójában, ami a Vidámparkban van. El kell találni egy pici kört, uh-huh. és abban a pillanatban lecsapódik ez a palló. Hát nem olyan pici, igen. Lecsapódik a palló, és az ellenfél egyik játékosa beleesik ebbe a hordónyi vízbe. Aki többször talál, vagy aki kevesebbszer fürdik, az viszi el ugye a 100 000 forintot. Így van. És az ajánlás, és a víz ajánlás. Milyen voltál kis labdadobásból? Nagyon profi. Igen, akkor gyere közelebb. Csak mondom egyébként, hogy tegnap két kollaginőnk is tesztelt egyébként a játékot, aztán kiderült, hogy az egyik, ugye egyikről tudtuk Robertáról, hogy versenyszerűen úszott, tehát neki van egy húzás, nem is nagyon célszerű megcsalni, mert valószínűleg leszakítja a fejét egyetlen ütésen, aki ezt megteszi. A másik pedig Judit volt, aki meg kézilabdázott. Tehát két olyan ember próbálta ki, akiknek azért igen. van a, na, hát a kezükben töltet. Volt közben, aki ült fönt? Volt. Volt. Tényleg, jó, még a tegnapi játékosainkra egyik se volt igaz. Se az erős dobás, se az acélos markolat. Úgy dobták el azt a labdát. Igen, úgy dobták el a labdát. Na, nézzük az első dobást. Roberta indítja a játékot. Előtte kivárja először kérdést, tudod? Ja, ki, aha, hát, jönnek a hahotás kérdés. A Feri jegyzetei? Pillanat. Jól aludtál, Roberta, életem. Remekül, köszönöm. Ó, hát ez... De, milliók várják ezt a hangot. Kell ahhoz, hogy jobban induljon ez a reggel. Van most pasid? Van. Hogyne volna. Menj fel a Facebook oldalára. Tök lehangoló. Szeretik egymást. Fúj, de undorító. Ilyen izé csőrözős fotók vannak. Nem, magas, jó képű, jó testű. Igen, nagyon. Az. És a tenyerén hordoz. Így van. Is. Mi az az állat? Itt van? Nincsen sajnos. Nagy szerencsége. Hol van? A Miskolci börtönben képével. Igen, most legyen. Még három év van, ha jól viselkedett. Jó magam is élete, jövőre talán szabadul. Így van, Andi. És van az árkámban 4 Roberta. Figyelj, de te mit csináltál Roberta Facebook oldalán? Csak kérdezem, ne haragudjál. Kicsoda, mi, ki, én... Hát fölmentem, hát nekem ismertek. Ja, hogy egy volt egy szabad idő most így, és akkor állni. Tudnom kell, hogy ki kell dolgozom együtt. Csekkolta. Jó, hát a érted, egy rádiós műsorvezetőd alaposan készüljön föl, abból mi történik, másabb zaleg ezeken a dísztéren. Úgyhogy, te mindig úgy szoktam egyébként nézegetni a képeit, hogy letakarom a barátját. A magas izmos jóképű karatékát, tudod. Igen, kiukasztod az... Van is fotó? A barátjáról? Nincs, nem találtam, pedig rohadtul kerestem. Figyelj, és akkor beszélsz is Robertász, hát letakarod a pasit egy hanzaplasztal, így a laptopodon, így rárakod, és akkor Roberta. Hogy valami, jó, Jani, jó. Tudod. Hittem, hogy ez... Van egy ilyen szerepjáték közten is a laptop között, igen? Igaz, hogy annyira unod már ezeket a magas, szélesvállú, izmos, jóképű, fiatal, jófej srácokat. Igen, nagyon unod. Igen, unod már, most már jól elég és változatosság, most kérlek, mégis csak csinálj gyorsan, amíg ide ér a távolsági busz. Az iskoláját lefagyott a wifi. Igen. Na jó. És akkor jön be Móni, és akkor mit csináltam? Semmit. A Wikipédián néztem, második Lajosról egy. Itt csukod le a laptopot gyorsan. Figyeljetek, közben a lány ott fönt lassan megfagy. Tehát, tényleg te is itt vagy. Nem csak erdő hozzá képest semmi egyébként a fűvészkertben, vagy most már törölköző van rajta. Dobjon valaki, jöjjenek a kérdések. Na, és valaki dobjon. Szegénynek egyébként a lábújai belelógnak a vízbe, és már térdig lila a láb. Csak éjszaka itt állt az a víz, kicsit hártyásodik a teteje. Na, hát annyira. Hol a vonal? Roberta, hol a vonal? Nincs vonal? Nincsen vonal. Ne. Akkor nyugodtan álljál közelebb. Álljál igen, közelebb nyugodtan. Látva tegnap, hogy nyugodtan álljál közelebb. Körülbelül 2 méterre álltunk. Ez olyan, hogy kétszer lefekszem, és körülbelül az a távolság. Várjál még. És nagyon erősen kell dobni. Erősen. Jöjjön a kérdés. Na figyeljetek, a kérdés. A nagyon komoly műveltségi kérdés. Hogy hívják a kis nyugdíjast a piacon? 1. Szárnyas fej vadász. Szárnyas fej vadász. Vagy Marinéni. Marinéni. Úgy érzem, hogy nem lehet hibázni. Nem lehet hibázni. Kellemetlenek ezek a kérdések. Persze, az a jó, hogy kellemetlenek. Jó, nézzük, hogy fürdik-e az első játék. És működik! Ez az! Nagyon jó. Ülj vissza, drágám, arra kérlek, jó pattanj föl, újra mász vissza, feltesszük a pallót. Azt kell mondjam, hogy ez egy rohadék játék. Nagyon új. Figyelj, de szuper volt! Nagyon jó formán voltunk, amikor ezt kitaláltuk egyébként. Jelzem a stáblak, hogy most már utalhatnak a díszleteseknek, akik építették. Tényleg működik. Igen, ez tegnap még nem volt biztos. Tegnap még nem volt biztos, és egyébként a mizopóló is finoman átlátszó. Úgy, tehát nincs ezzel itt baj. Milyen a víz, Fincsi? Nagyon szar. Jó, hát 100 000 forintért meg kell dolgozni, de ez gyönyörű, Laci, csinálj egy ilyen lassítottat, ahogy beesik egyébként. Ez nagyon, de, nagyon jó. De itt nagyon mindenki egyébként, mindenki profi. Okay. Nyomjuk a második kérdést. Jó. Aha. Jó. Ugyanaz a lánydob? Azt mondja, igen, dobjál mindjárt. Igen, Azt mondja, hogy mi van a hipohonder sírjára írva?
Egy. Ez jó. Volt tegnap, nem volt? Nem, csak annyiszor nem hallottam. Ez csak ezt annyiszor hallottam. Jó. Akkor, mi van a hipponder sírjára írva? Nyugodj békében, vagy na ugye megmondtam. Jézus Mária, tényleg fűre lépni íhos. Na ugye megmondtam. Na ugye megmondtam. És igen! Gyerek, nagyon jó. Álljunk egy picit hátrébb. Az, figyelj, Móni. Jó lesz ez, menni fog. Az a durva, hogy egyébként itt az első sorokat simán beteríti még vízzel. Figyelj, lassan olyan vagy, mint a Vecsei a Pál utcai fiúban, Mixiász. A kiválóan játszott te is. Nagyon jó. Oké, jól van, kettőből kettő. Nagyon klassz. Gyorsan kérdezni, ne fázzon sokáig a Móni. Oké, vége a próbaköröknek, akkor most jöjjön a játék. Jöjjön Feri egy újabb jegyzetem. Igen. Így van. Azt mondja, mennyi dolgoztam vele, hogy meglegyen. Tegnap este írta a kérdéseket. Annyira, én kérek elnézést. Mi lenne a Földön nők nélkül? Egy globális felmelegedés. Jézus. Jó, persze, egy kis kirekésztő. Azt mondja, kettő nyugalom. Globális felmelegedés. Jó! És ezt is elfogadjunk. Na, mindegyik jó. Húzódjunk hátra az első sorokból. Bocs, Móni. Így van. Mi? Veled vagyok. Jó, figyeljétiket. Háromszor esett bele a vízbe. Háromból három. Ez csodálatos. Nagyon jó. Figyelj, mi van, ha egyenlő? Ha jobb vagy, mint a tegnapi két játékos egyszerre háromszor megszorozva. Mi van, ha egyenlő? Hát akkor 50-50. De így nem fog dobni a másik játékos, abban biztos vagyok. Tehát 3x3 az nagyon jó. Igaz, hogy 30 centire kell eltalálni azt a kört, annyira közel hoztuk. Jó, meg vagyunk. Te visszamennél még egy körre? Alakul. Azért, mert ugyan lelkesen felmásztál oda, tehát nem menj vissza még egyre. Móni, vegyél föl valami meleg ruhát, életem. Vegyél föl valami szárazat. Vegyél valami szárazat. Oké, akkor most a másik csapat tagjából ül be valaki. Így van. És a másik csapat tagja Móninak a párja. Móni, aki szintén Móni, gyere Móni közelebb. Igen, csak hogy végképp összezavarodjunk. Még egy kicsit közelebb. Jó. Móni, valamilyen sportmúlt? Nincs. Labdajátékokban való jártasság? Nincs, a gyereke szoktam labdázni. Az már jó, az nekünk elég, és düh az ellenfél irány. Elfojtott düh. Hát most igen, mert a barátnőmet megáztatták. A barátnődet megfürdették. Jó, és az 50 ezer érdekelne? Simán. Mert hogyha háromszor fürdeted meg Krisztofert, akkor... Igen. Akkor esetleg... Ne felejtsd el, hogy a pénz nem számít, mert abból nem marad semmi, de a barátság, a síri kitart, állj bosszút! Várjál még, azért jön az első kérdésünk. Na, ezt is tegnap írtad, Feri? Igen, nem, ez ma reggel. Ez még ma reggel. Ja, tényleg mondtad, hogy hagyjalak már, mert akartam dumálni, de mondtad, hogy még össze kell raknod a másik csapat kérdését. 1998-on a papírra írt. Picit besárgult már. Na, azt mondja, hogy mi van az idegbeteg lólábán? Mi a Istenem? Atya úristen. Egy bocskor, kettő pszichopata. Gázú, de rossz ez, te jó Isten, azt mondta, hogy B. B, tehát pszichopata, és igen! Elfogadjuk, jön a dobás, játékosunk. Kicsit felette, egy picit felette. Most egy kicsit csalódottak. Tehát igazából nem is kell nagyon ledobni, bár azért persze fürdessük meg, ledobhatjuk gyorsan, de hogy meg ugye már nem tud már 3x3-ba fürdetni, tehát a nyertes már megvan, de azért fürdessük meg Krisztoffert, azért nézzük meg. De akkor most nem is kell kérdés, hogy próbáld meg ide lőni, jó, nézzük meg kérdés nélkül, Móni neki készül. Ez a! Megcsinálta! És meg is van! Teszemetek vagyunk, ne haragudj, Krisztoffer! Végem az első körben annyira rászta a nevetés, hogy... Igen, a szemtelen lett volna. Látod, ha nincs kérdés, akkor van találat. Móni, nagyon jó vagy, megtátosodtál egyébként. Megtátosodtál. Milyen labdajátékot játszol a gyerekkel? Hát már semmilyen, mert 24 éves. Ja! Aha. Még ha elmehetsz vele focizni, itt a tisztéren érted. 20 volt a dobálás. Ja, már 24 éves gyereked van, Móni? Igen. Azt a mindenit. És mit csinál? Most kint dolgozik Ausztriába. A szomorú magyar valóság. Jó, belekérdeztem. Mit csinál kint? Futár. Futár? Aha. Ó. Szereti? Igen. Szereti. Jó, hát jó, fiatalnak tűnsz, bár nyilván az is vagy, nem? Ebből a távolságból legalábbis. Nem úgy érted, jó fej, mi? Nem gondoltam volna, hogy 24 éves gyereket dicsér, van. Látod, ő így dicsér. Nem, komolyan. Háromban vagyok idősebb, mint te. Azt, hát gratulálok, az nagyon. Három évtizeddel? Ja. Oké, okay, na, Krisztofert leszettük? Ja, Krisztofert nem akart többet fürdeni. Milyen volt Krisztofer? Egész kellemes. Ugye látod, hát egy 100 000-ért csak megéri. Ebben a strand időben, persze. Hány fokos a víz, Krisztofer? Körülbelül tényleg milyen víz van benne? Tehát a tetejek kellemes, ahol már az eső kicsit bemelegítette, alatta jó hideg, úgyhogy meglepődtem alatta rendesen. Tegnap még meleg volt, míg okiraktuk, csak éjszaka. Igen. Csak nem próbálták ki. Csak nem fűtöttünk rá nagyon éjszaka, mert azt gondoltuk, hogy majd az időjárás felfűti. Na jól van, hát akkor megvan azért ennek ellenére az ajándékcsomag. Ti barátnő vagytok? Édesanyám. Nem úgy értem, Balázs az édesanyja. Vagy az édesanyja, Barbie.
Te vagy az édesanyja Krisz. Itt valami fura génkezelés van az Zalaegerszegen. Mi van itt, gyerekek? Az eső? Vagy tudtok valamit, amit az ország más részében nem? Mit csinálsz magaddal, drágám? Én kiálltam az esőre többször, mert kicsit alacsony vagyok, de nem jött össze. De neked a megnő? Neked a Krisztófer a gyereked? Igen. És mikor lettél évar érett? 10 évesen? És 11-nél rögtön leakadt, vagy hogy? Igen, mikor szültél? 8 évesen? Azt a mindenségét neki. Gratulálunk, nagyon-nagyon na, nagyon gratulálunk. Szépen. Jó van, és akkor... A többi kérdés majd a rendőrség tesz. Igen. Ezek a dolgok nem évülnek el, ha értitek, mire gondolok. Nagykorú voltam. Ez meg jó. Ez megnyugtatott. Kifújtam a levegőt. Mi lesz a lóvéval? Elmegyünk nyaralni. Krisztófer, mit gondol? Beleegyezek. Igen, elmegyünk, de visszük a barátnődet is. Igen. Megkeressük az apukádat. Igen. Reméljük, addig nem néz bele Kovács Főtörzs a döglött aktákba. Krisztófer, gratulálunk. Hát bocsa fülésért, de azért jól dobtak. Jól dobtak. Hát ők ügyesek vagytok. Meg így volt fair, azért valljuk be őszintén. Móni hányszor? Háromszor fülött? Háromszor. Úgyhogy ez szerintem így korrekt. Móni megjárt, igen. Oké, gratulálunk. 50-50 ezer forint és egy Mizó ajándékcsomag még a jutalmatok. Krisztófer, vegyél fel valami meleget, mert azért itt plusz 11 fokban azért nehogy tüdőgyulladást kapjál, jó? Nagyon szépen köszi, ügyesek voltatok. Működik a játékunk. Igen, meg hát utána kellene, hogy mit tesznek az alaegerszegiek, mert itt egy ilyen fura hormonális dolog van, aminek jó lenne a birtokába jutni, hogy mi se öregedjünk tovább. Az, hogy az a leányzó, hogy hívták, Móni volt ő is. Móni. Igen. A Krisztófer anyukája, az egészen megdöbbentő. Nem örökbe fogadta? Ez erre nem kérdeztünk rá. Azt mondta, hogy már felnőtt volt, felnőtt nő, mikor megtörtént az eset. Úgy, igen? Hogy... Igen. Az örökbefogadás? Ez tényleg megdöbbentett. Feri, figyelj, megérkezett a leányzó az ablakból. Csak hol mondom, van? Hogy egy kávét ígértél neki. Édesem, megyek, drágám, hozom a te kávédat. Figyelj, mielőtt nagyon, ott egy nagy darab szakállas pali egyébként. És oda is viszek föl, jó napot kívánok. Csak mondom, hogy egy iszonyat nagy darab szakállas pali figyeli, igen? Hogy te hogy viszel kávét a leányzónak, aki még az előbb az ablakban volt, itt állt mellett. Én ott meg... van kutyával, nézd meg, csak mondom. Aha. A pasi kutyával? Nem, a pasi az ablakban, ja, pasi figyeli, az hogy te hogy adod át a kávét. És a kutya egy Staffordshire Bull Terrier, úgyhogy... És a pasi, igen, és a pali lóbál valamit a kezébe, azt hiszem egy viperát talál. Hol a csávód? Hát nem tudom, hogy a pasi, de hogy ott van egy nagy darab szakállas, nagyon szimpatikus úriember, csak mondom, hogy közben a leányzó... Jó napot kívánok! Iszol valamit? Aztán nem, csak később. Ő csak figyel. És közben a leányzó pedig az ablakból. Csak egy rövidre, hello! Hello! Jó reggel! Ő a hapsid? Igen, igen, igen. Te rendes fiú, ugye? Igen, abszolút. Viszel neki egy kávét? Persze, akkor rendes lesz. Aha, igen, jól lezavar benneteket az esőbe. Igen. Tényleg mi kell tettünk? Mert láttam, mikor fölébredtél, hogy olyan volt, mint abban a pillanatban ébredtél, vagy egy kicsit kinéztél, hogy mi ez a zaj. Hát örültem, hogy ti vagytok nem a riasztó, mert hanem a riasztó szokott minket ébreszteni. Én gondoltad, ez kicsit más, más van. Mondom, mi van itt, látlak titeket. Utána elmentél, és veszem visszajött, és akkor már látom, hogy láttam a mozdulatain, hogy már kicsit úgy felébredtél, meg jobb kedved van. Kész vagyok a kávéra. Kész vagy a kávéra. A kiskutyának, hogy akkor sétál. És a párod pedig mondta, hogy ha már kávézol, vidd le a kutyát is. Ja. Hogy iszod a kávét? Kapucsinót iszok, mézzel. Kapucsinót mézzel. Na, Ferencen, vagánykodtál, akkor egy kapucsinót mézzel. Nekünk ilyenünk a... Csak mézzel? Latte. Tehát barna cukor, édesítő, semmi? Latte jó lesz? Köszönöm. És a hapsit, hogy issza? Feketén. Akkor csináljon magának. Ahogy dolgozik, feketén. Igen. Ahogy él. Ahogy dolgozik és ahogy él, feketén. Jól van, oké, hát nagyon köszi, nem éve, akkor nem baj, fölébresztettünk. Köszönjük szépen. Nem, amúgy is mentünk volna az üzletbe már nyitni, úgyhogy... Jól van, tudod, melyik rádió vagyunk? Nem. Akkor ez az. Jó, egy kávéért majd megtanulja már. Na köszi, hogy jöttél. Köszönjük. Egészségedet. Hello. Fél 80 pontosan. Jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen. Balázsék. Itt vagyunk. 3-4-80 pontosan. Még egy pici öltözés. Hát gyerekek, kint voltam. Odaadtam magam a lépnek. Visszajött és úgy néztél ki, mintha a Kancsen Dzsungáról jöttél volna le. Én dedikáltam, fotózkodtam, de ez most tudod, rákezdett. Volt egy ilyen kis holtpont, amikor azt mondtam, hogy már elállt, és megúsztuk, és jók vagyunk. Most, mintha újra Dézsából öntenék. Nagyon esik, de hát ez nem tántorított vissza. Az összefüggést látod? Jó fej legyek, látod az összefüggést, kimentél, és elállt. Esik. Menj ki, légy szíves. Nem, amikor kiment, akkor kezdett esni, amikor mi mentünk ki, akkor állt. Ez egy elég jó kabát egyébként, már volt, hogy jó kabát, de kérdés volt.
kérdés volt. Nem, rajta nem lett rossz kabát. 400 euró volt. Nem ez drága kabát, nem az. De ha, nem, hanem egy... Akciós? Igen, félem. Nem, de hogy kezd átázni, az a durva. Pedig ez egy ilyen kis igen, de az nem. Ízlepergetős cucc, nem? Vagy nem? Nem, marhára nem. Valaha felállatták? Jó, akkor rászaladtam a cumira meg. Na, ma van 3 éve, hogy részt vettem életem első kitelepülésen anyukámmal, azóta, hát tudjátok, aláírás Ábel. Hol van a mi drága Ábel? Itt van valahol. Ott nézd, hát a kis kabalánk, nem mehetünk el amellett, hogy ne legyen itt Ábel. Majd elmondod, hogy jutottál át, jó? És hol aludtál, azért az egy fél mondatot nem mindig megér. Hogy figyeljetek, hogy hol voltál tegnap este? Rájöttem egyébként, Ábel arra játszik, hogy egyszer egy annyira rossz lesz az időjárás, hogy senki nem fog kijönni egy kitelepülés, és minden játékot ő játszhat végig, mert hogy kénytelenek leszünk végig játszani őket a szponzorok miatt. És minden játékban kasszálni fog, aztán hazamegy majd egy kocsikulccsal, 300 ezer forint készpénzzel. Ugye, ha így jön tovább Szegedre, Szolnokra, Békésebben, egy játékot valahol... Akkor ezt tetesen megcívta. Nem, akkor egy játékot valahol megérdemel, hogy részt vegyem valamelyikben, mert azért ez, tehát le a kalappal, amit Ábel csinálna. Ábel is haverja, mert ugye ott van. Így van, Ábel. Jó, hát és ott van. Hello, hát megszokott a arcot. Na, majd mindjárt megszólaltunk mellett. Azért nekem egyre többet jut, amikor őket észreveszem, akkor egyre többet jut eszembe az a Robert De Niro Wesley Snipes film. A rajongó. Kis film. De Ábel egyébként volt azóta, már én találkoztam, mert volt tapsolni a falban is, már hogy nem egy falban találtam rá, hanem a műsorban tapsolt. Eldumáltunk minden felvétel végén, odajött, beszélgettünk de kicsit. De te ott láttad a falban, én meg hátul a falnál egy villámlásnál a kertünkben. Nem voltam annyira boldog. Nem úgy adalszak. Ahogy lopakodott éppen, igen. És megmenekedett, mikor jött a fész. Te érted, éppen iszogattam egy kis pohár kávét, és akkor egyszer csak villámlott, és láttam, hogy Ábel ott áll a falnál. Jani, csak azt akarom kérdezni, hogy... Így van, elengedtem a kutyát. Gyerek, én már nem is kezdek úgy kitelepülést, hogy Ábel nincs. Tehát az vagy, hogy ránézek, pislogunk, öntünk egymásnak, hello, itt vagy, mehet a műsorra, nincs itt, nekem már hiányérzetem van. Bocsújjuk, csak most értem ide, visszafutottam a naptért és a napszemegért. Marian küldte nekünk, amint felébredt a kislányom, aki 1 éves lesz, már indulok és megnézi benneteket, ha esik. Ha fúj, piros babakocsival egy fiatal anyuka. Ne. Piros babakocsival egy fiatal anyuka? Volt itt az előbb egy anyuka piros babakocsival. Hiszem, ebben a szakadó esőben már pici gyerekkel ne gyerte. Miért? Esőálló babakocsi. Ja, hát fölül van a babakocsi, alul a gyerek. Tudod, milyen esőálló? Abszolút, csak meg kell fordítani. Nem, hogy összekeverik. Csak fejjel lefelé hozod a gyereket. És abszolút nem esik. Nylon zacskót az hadd szóljon. Igen, jó, persze. Igen, köszönjük, hogy itt vagytok, hiszen titeket hallgatalak, mikor dolgoztam. Most is itthon, és ha visszamegyek, akkor is. Ezt Szabina küldte nekünk. Nagyon drága vagy, Szabina. Aztán gyorsan egy közlekedés. Békés megyei Kardos közelében 44-es főút 91-es kilométerénél személyautó. Bakcsomópon 14 fok. Vezéreim, nagy uraim, szakad, mint ahogy a gatyám szokott. Mind meghalunk, ezt Szala küldte nekünk. Köszönjük szépen. És 3-as főút Kistarcsa belterületén, 16. kerület felé torlódás. Szóljatok a feleségemnek, hogy itt vagyok az elsősorban, Misi. Itt van az elsősorban Misi. Hol vagy, Misi? Kedves feleség. Hát szólnánk a feleségednek, de nem vagy itt, Misi, ez aha, nem jó. Így van, kamuzol. Meg hogy miért kell szólni? Na, most akkor jól lenne, miért nincs otthon, igen, Misi? Nem, én azért úgy érzem, egy picit alibi szaga van a dolognak, nem? Tehát, hogy itt vagyok az elsősorban, nálatok, aha. Hol van valójában Misi? Igen, vagy mit hisz, hogy ő hol van? Igen. Kinek az első sorában áll, és milyen üvegstúdió van előtte, és melyik műsort hallgatja? És igen. Kit néz? És kit néz? Miközben te beszélsz. Jó, hát minden esetre mi beolvastuk. Képzeljétek el, fújtam egy lufit. Hát te nagyon ügyes vagy, Jani. De régen csak fújtál. Fújtál meg lufit, kappá. Régen csak neked fújtál, neked fújtak és fújattál. Igen. Most már ott vagy, te fújjál a lufit. Minden kitelepülésre így jövök el, egy picit bízom benne, hogy nekem van. Mondtad, ma meg nekem mondtad péntek, hogy Zalaegerszegen elmész fújatni egyet. Igen, de azt hogy ilyen infantilis vagy, egészen másra gondoltam. Pont teltház volt. Szabad időpont. Csak a mádáma ért rá. Ne, kérdezzétek ezzel a géppel. És beálltam a hostess lányok közé. 48 évesen idáig eljutottál. Hogy... Még nem vagyok 48, ja, te is tudod, érted, ne öregítsél, légy szíves. Én behátra mentem a lányokhoz, és nagyon kedves hostess lányaink vannak, és éppen ott egy ilyen kis kompresszorral ők fújogatták a lufikat, és rájöttem, hogyha esetleg a rádiónak egyszer vége lesz, elmegyek ilyen nyugdíjas találkozókra, ilyen túlkoros hostnak. Túlkoros hoztak, ahol fújod a lufikat. Igen. És hogy Marika néni csipkedi az arcodat. Jani! Adjon vért, magyar vöröske. Meg ilyeneket. De miért nem kell szívod ki belőle a héliumot, és csak az lenne a fellépés a számot, hogy fellépsz, és a héliumot szívsz a Mohácsi Művelődési Háznak a nagyszínpadán. Ez a műsor. Ez a műsor, és fél óráig hangokat utánzol, beszélgetsz, és interjút csinál saját magad, a héliumot szívva. Kérdez, a színpadra Fási Ádám, és előadja nekünk örökbecsin zöldjeit. Vizipók, csodapók. Igen. Na, hallottatok arról a kerékpáros árendőről, aki a nyírségbe randalírozott? Hát egy picit beszéljünk róla, csak néhány mondatot azért megérzé. Van kreativitás. Imádjuk emberünket, ugye őt elfogták, egy Nyírmárton falvi férfiról van szó, aki kerékpárjára felszerelt szirénával állította magáról azt, hogy rendőr, és embereket állított meg.
felszerelt a kerékpárjára egy szirénát, felvett egy rendőrséges pólót, és hát szerdán jelentették egyébként a rendőröknek, hogy egy férfi megállította őt, és meg akarta büntetni. Nagyon nagy. Hogy ő most micsoda elmezavarban szenved, azt nem tudom, de szenzációs a biciklije, iszonyatosan jó a pólója, és szirénát rakott a bringájára. Hát vagy ismeri a helyieket. Szirénát rakott a bringájára. Olvasom, hogy semmiféle elmezavar nem volt, teljesen tudatosan ennyi. Csinálta a csávó, ő pénzhez akart jutni. A sértett azt mondta, hogy nincs nála pénz, és azt mondta, hogy jó, rendben van, figyelmezteti, elengedi, de legközelebb fel fogja jelenteni. Ennyire jó arc, hogy jó, oké, elengedlek, most de legközelebb feljelentelek. Hát én imádom. Biztos úr Lajos. Te vagy az minden, Lajos. De lehet, hogy áttekert a szomszéd faluba. Na, ott is mindenki ismer mindenkit. Szerintem itt arról volt szó, hogy ő azt gondolja, tehát hogy ő ismerte a helybéléket, tudta, hogy ezekhez beszopják. Laci, álljál meg! Investált, elment egy garázsvásárba, vett 3000 egy sziszváltós montit. De várj, egy sziszváltós montit vett, aminek azért kék és sárga fényei ugye? Vannak, tehát ugye? Igazából kicsit valójában haj az a rendőrségi autóra, mert ugye ott is ezek a ferdecsíkok sárgák, maga a rendőrség az kék-fehér felirattal, a bringa is ilyen. Megcsinálta kékre a bringát, a teleszkópokra rárakott ilyen sárga, nem tudom, valamilyen szigetelőszalagot, és elindult rendőrséges pólóban, hogy az hol nyomtatta, nem tudom, igazoltatni. És meglátott valakit az útszélén sétálni, enyhén illuminált állapotban, jobbra-balra dülöngélni a kerékpárúton, és akkor bekapcsolta a szirénát, néno. Hangja volt, vagy azt adni kell? Mutatom, várjál, ez volt a hangja, megőrülsz. Hát de ilyen van a gyerekemnek. Aha. Ott villog, nem hiszed el. Aha, ez a része. Imádom. Hát nem mondd, hogy nem ő a hónap embere. Képzeld el, egy jól sikerült névnap után így megszólal ez így által meg, hogy apácska, el vagyunk kapva, hoppá, már lőnek is. Lemeszeltek, Lajos. Elől villogó, 3 darab ilyen kis ragasztóval felrakott villogó, és hátul is villogó. Több zenés. Vált, ez volt az első. Az a második. Hoppá, és a rakéta elkapó üzemmód. Figyelj, és tudja a lambadának a zenéjét is. Nem mondta, hogy nem jó arc. Nagyon nagy. És figyelj, és hátul is a hátsó teleszkóptál, ott is villog. Megnéztem volna azért annak az arcát is, aki ezt benyalta. Hát, ha olyan a izi szituáció. Igen, tudod, hogy valamit elkövettél. Tehát rossz, bementél egy irányú utcába, akármicsoda ittasan vezet, ez megszólal, hát kicsit összerezzel. És zavarba jött, és leszegett fejjel, nem mert felnézni. Így van. Tudom, hogy rosszat csináltam, tudom, hogy nem szabadott volna, csak sietnem kellett, beteg az asszony. De várjatok, ez nem a mi... Ja, azt hittem, hogy ez nem. Ez felült maga. Az árendőr a bringára, elindult egy másik. Ne, de ez jó, tehát ez, nagyjából ezt látod a mi kis falunkban, nem? Ennek állít görbe tükröt, és valószínűleg ezért sikeresek ezek a magyar gyártású sorozatok, mert tudod, hogy ezt látod, elhiszed, és egy görbe tükör, hogy egy csávó felraki szirénát a bringájára, és nem tudom, hogy hányadik bejelentő jelentette őt föl, de simán lehet, hogy 3 ember előtte már adta a tízecskét, vagy az ötöcskét, mert azt gondolták, hogy most nem Józsi van szolgálatban rendőrautóval, hanem egy idegen biciklivel. És kihelyezett rendőr, vagy gyerek. Tányérsapkája volt? Azt nem tudom, sajnos fotót nem láttam róla. Vagy legalább egy kék baseball sapkát fölveszel. Igen, valami, ami megmaradt az előző jelmezbálból. Hát igen, tehát hogy... Hát én imádom őt egyébként. Nagy ötlet, és akkor gondolom, ő előre kitalálta a bírságokat, tehát sávos rendszer volt, kis kihágás, 5000, nagy kihágás, 10000, és egyébként azt, amit ott felolvastál, hogy amikor nem volt pénze a delikvensnek, az abból is milyen jól jött ki, hogy azt mondta, hogy jó, most megúsztad, de legközelebb feljelentés. Aha, igen. Mondjuk, ha igazán profi lett volna, akkor azt mondtam volna, hogy... Szerintem tök menő. Jó, egy oldalszalonna 20 tojás. Két tyúk meg egy kakas. A kiegyeztetők, ha nincs a magára készpénz. Enyém a tojód, a kakas. Aha, igen, ha nincs, tehát egy borítól. Abból a jóféle házipál lesz, mert Józsikában mi? De tényleg, ez egy pici kis telepés, ott mindenki ismer mindenki. Arra nem gondolsz, hogy valószínűleg nyilván fölismerne. Te vagy aztán, ha mennyi már nyilván beszorakozzál majd a bűvényedet. Mert az volt, hogy ő tudta, hogy egyébként 11 után Józsi már nem ismeri meg. Ilyen nagyon szeretném. 10 előtt még, igen, de 11 után már biztos nem ismeri meg. Na de legalább valami robogóra tette volna fel, vagy valami kicsit komolyabb, tehát valahogy szerzel egyet, egy kis moped, vagy valamire felrakod. Figyelj, csak mondom, hogy a Balaton
körül, és azt hiszem a budai várban is vannak. Igen, bringások. Rendőrök. Jó, de ők jól néznek ki. Hát ők nagyon. Tehát ők meggyőzők. Na, de hát most érted, Borsodban, vagy nem tudom, hova nem ért el a hír, csak addig, hogy vannak biciklis rendőrök hírségben. Hát emlékeztek rá, hogy volt egy deaktéri kitelepülésünk, amikor jöttek a rendőrök szegvéllyel. Igen, na. Na, hát most képzeld el, hogyha jól nem megjelenik. Hát azért nem is tudják értelmezni. Hírségben megjelen szegvéllyel? Uff. Elugrák a másik két kerekje. Termadék vagy. Kettit az autó. Én kocsi. Hol a kocsit hátulja? Nem, ez egy szegély. Elvitték a kocsi hátulja. Ja, és hát én nagyon-nagyon szeretem őt, nagyon szeretem őt. Na jó van. Hogy állunk időjárásilag, hát, drága zalaegerszegélyek? Jól. Jól állunk, nagyon szépek az ernyők. Figyelj, csak ez egy tök egyszerűnek most neked jósolni, a látszás ernyőt esik, hanem akkor pont nem. Igen. Szegények, de nagyon hősök vagytok, köszönjük szépen. Egyértelmű. A Janit is mindjárt. Egyértelműen, akkor lesz egyébként végének az időjárásnak, amikor a mi Juditunk elmegy, és megveszi végre azt a 20 darab ernyőt, amit hétfőn már beterveztek. Figyeljétek meg, ahogy megveszük az ernyőket, onnantól kezdve napsütés, szárazság, sivatagi idő. Ránéztem az időképre, nem. Tehát nem az esernyő múlik. Aha. Tehát ezzel nagyjából barátkozzatok meg a hétre, viszont jövét kedden, amikor kezdünk pünkösd után, szikrázó napsütés. Na, az jó, hiszen akkor már bent fogunk ülni a stúdióban, ahol nem lehet lelőni a linkot. Na, jövünk mindjárt is folytatjuk. Újra játszotok, drága egerszegiek, méghozzá ugye az operes játékunk jön, úgyhogy a kibepakolós játék, ezt is nagyon szeretjük, ugye egy Opelba kell bepakolni mindenféle bőröndöt, hűtőtáskát, síléccet, állólámpát, külön szeretjük. És aki gyorsabban bepakolja a két pár közül, az nyer 100 000 forintot. A játék egy csomag lábbal indítjuk a játékot, ugye lábbal csomagtartó nyitás. Ez egy spéci dolog, tök jó, egyébként egy lábbal kinyitod a csomagtartóját az Opelnak. Innen indul majd a játék, két pár játszik, a nyeremény pedig ugyanúgy 100 000 forint. Aki egy perc alatt bepakol, vagy ha egy percig nem megy el, akkor rövidebb ideig bepakol, vagy rövidebb idő alatt, akkor az nyer 100 000 forintot. Úgyhogy a belső kárpítót, a műszerfalat és az üveget lehetőleg nem töri ki, mert tegnap azért a kocsi kapott. Be kell indítani, be kell szállni. Szerintem az a szabály, be kell indítani, rá kell lépni a fékre, elmondjuk, automata, így fékre van. Lépsz, D-be rakod, gáz nyomsz, előre elindulsz. Legalább itt a négy emeletesek előtt valahol azért rá kell lépni majd a fékre, jó? Tehát, a tér végéig meg kell állni. A fagyizóba azért nem menjetek be. Szóval, SUV életérzés Balázséknál. Ezzel jövünk a hírek után, 3 perc pontosan 8 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Jó reggelt mindenkinek, 8 óra után 12 perccel itt vagyunk. Zalaegerszegen még mindig a dísztéren. Hello, drága hallgatók mindenkinek. Hát kitartás, gyerekek. Hello, Feri. Gyerekek, hát jó idő van. Nagyon szép idő van. 10 fok, drága, meg lesz a 10 rugom ma. Szerintem erre minden esély megvan. Figyelj, már elkezdték küldözgetni a hallgatók. Nagyon bízom bennük. Nagyon bízom bennük. 10 és délután 4 óra között két hete fogadtunk Janiba, hogy lesz még egyszer 10 fok. Meg lesz ennek a bűtje, ahogy mondtuk ugye azt a 30 fokot. És tettem egy ajánlatot Janinak, hogy fogadjon velem 10 rugóba játékpénzbe. Természetesen, hiszen az a szerencsejátékot nem támogatjuk, csak Andy kaszinójában. Úgyhogy sehol máshol. Úgyhogy fogadtuk 10 játékpénzet. Természetesen, hogy lesz még egyszer a május végéig, ugye 10 fok. Hát mikor, ha nem a roadshow, ugye szenzációs időpontválasztással tudtunk ebbe belenyúlni, de ma minden esély megvan arra, úgyhogy drága hallgatók, 10 és délután 4 között Viber üzenet formájában kell lefotózni egy hőmérőt, vagy holnap, vagy lefotózni, és nem is este elküldeni, csak csináljuk meg a képet, és holnap adás idő alatt küldjetek el. Jó? Jánosról pedig azonnal le is gombol. A lóvét. Tízecske volt? Már alig várom, tízes. Tízecske. Nem húsz. Tízes egyébként. Nem húsz. Nem volt, nyolc volt. Valahogy. Át kell alakítanunk egyébként majd a roadshow-nak a szponzorációját is, szerintem mindenképpen, tehát hogy elsősorban radiátorokat forgalmazó cégeket, hűtő-fűtő split key, mákat, stb. Ilyeneket, meg téli kabát biznisz. Így van, jégakukat, fagyállókat, stb. Forgalmazó cégeket kell megkeresnünk. De a fagyos szentek most van, nem? Nem, nem tudom, hogy mikor van. Most vannak a fagyos szentek? Bonifác. Így van. Igen, Sándor, Szervál, Bonglác, József, Szervál, Benedek, Ház, Kettősiba, Bonifác, Kettősiba, Szervál, Mátyás. Egyben semmi. Igen. A Dunakeszi totál elesett, esélytelen kiútni reggel a vonatok, és kimaradt a katasztrófa. Dóri küldte nekünk. 8-as főúton Veszprém előtt személyautó kontra kamion, litér felől torlódás lehet számítani. Valamint Viki írta, hogy aláírjuk-e neki az elmentes könyvét. Szegény Kim, ezt reggel 6-kor írta. Itt van, ott van. És te azóta rendületlenül itt az első sorban? Tényleg? De drága vagy, komolyan, ő 6-kor küldött érzetet, és azóta nem írtam még alá.
Hát akkor mindjárt kimegyek és aláírom. 6 óra óta állszott ott a Ferenc mögött, ne ijedj meg, megérkezett mögött. Hello, Viki! Nem szoktak megijedni ilyen Vikik. Hello, Viki! Hello! Igen, te honnan? Itt Zalaegerszeg. De tegnap is voltam. Szombathelyen. Igen. Jössz utánunk. Amíg igen. Alá nem írom? Igen. Akkor Szolnok. Jó, de Szolnokon nagyon fokesen aláírom. Oké. De hogy jössz utánunk tényleg? Csak úgy? Hát, ha itt a közelbe vagytok, akkor megyek. Akkor mindig. De helyes vagy, reggel 6 óra óta itt állsz rendületlen az elsősorban. És mit csinálsz? Vagy nem dolgozol? Vagy nem kell bemenned? Majd délután. Délután? Hol? Itt Zalaegerszegen vagy Szombathelyen? Nem, innen 25 kilométerre, nyomdában dolgozom. Nyomdában. Ti nyomtátok az elmenteset? Hát nyomhattuk volna mi is. Hát adj egy telefonszámot. Következő elmentes 3. Gabinak majd, mert ő intézi ezeket a dolgokat. Jól van, és akkor kijöttél és nézel bennünket. Igen. Hát holnap is jössz még át a holnapi helyszínre, Szegedre? Hát holnap már az messze van egy kicsit, mondani, hogyha Szegeden is ott állsz majd a kordon mögött, akkor elhisszük, hogy elhivatott hallgatók vagy. Arra csak ábelék képesek. Tehát ő ábelék. Figyelj, azt akartam kérdezni, mi van az esernyődnek a végén? Az egy tok, hogy rá tudom így húzni. Nézd, milyen fura. Aha. Mert így akkor nem vizetek össze másokat. Megértem, tehát gyerekek, úgy képzeljétek, hogy egy ilyen műanyag kis tölcsér van rajta, amit itt kihúzol, egy teleszkópos tölcsér, ráhúzod magára az ernyőre, és abban a pillanatban az ernyő egy tok alá bekerül. Egy esővédő tok az eső ernyőre. Esővédő, hogy amikor vizes, ne vizezzél össze másokat. Olyan, mint a gyerek lézerkardja. Igen, rámegy egy ilyen kis műanyag tok. Igen, jó. Látod, János, van hova fejlődni. Drága egy ilyen? Nem. Igen, azt írja, aki nem utánatok, Ábel után megy. Ja. Ismered Ábelt? Nem, ma tudtam meg, hogy ő egyáltalán hogy néz ki. Várjál már, most én sem tudom, hogy hol van. Ábel, hol van Ábel? Ja, Ábel eltűnt. Ő eltűnt. Már, már Szegedre elindult, ja, hogy igen. Oda igen. Nem, bent ül a kocsiban már, tudod. Az igazi profi. Jó, hát figyelj, mindig nagyon szeretjük azokat. Minden hallgatót szeretünk, de aki jön utánunk egyik állomásról a másikra, az nagyon, nagyon nagy dolog. És olvasod is a könyvet, vagy karácsonyi ajándék lesz valakinek? Vagy csak billeg az asztalod. Nem, karácsonyra és kaptam, még sajnos nem tudtam végigolvasni. Karácsony óta még nem olvastad el? Hát, nehéz olvasmány. Én is megszenvedtem vele, nekem is egy csomó új dolog volt benne. Egy csomó idegen szó, megmondom, Gabi, ezt is beletett? Gabi, ez is benne van. Engem is meglepett egy csomó rész. Hogyha azokat a részeket átugrod, amiket már máshol olvastál, akkor hamar végzel. Igen, olyan, mint az én saját könyvem. A 80%-a plágium, úgyhogy... Vitték vagy nem vitték? Elfogyott 50 ezerbe, hát gyerekek. Meg... 50 ezerbe. De legalább összekeverted a szavakat, nem úgy, mint Pali bácsi. Bocsi, csak mondom, hogy sok hasznos dolog van benne. Igen. Bocsánat, ne arra úgy, hogy lehet belőle egyet mondj. Hát a reggeli citromos víz például. Most olvastam, hogy az nem jó. Citromos vizet kell inni minden reggel, egy pohár langyos víz citroma. Mit iszik, Bali? Reggele, minden hát, reggel. Hát van, amikor iszol citromos vizet is. Amit találok. Egyébként. Ami a hűtőben van. És mit iszik? Hát jó. És mit iszik? Viki citromos vizet. Például Viki citromos vizet. Én láttam, mert valamelyik nap reggel egyébként Balázs mit ivott, feltépte a hűtőszekrénybe, nyúlt, nem tudjuk, nem valakinek fel. Hát így felvettek. De nem mindig látom rajta a nevet. Látom rajta, nem tudom, hogy Laura. Sovány teljes kakó, az meg ki lehet. Bemegyek 6 órakor, látom Laura, és elüvöltöm, hogy Laura, adsz belőle? Hallgatás beleegyezés. Hallgatás beleegyezés, Laura, add belőle, iszom belőle egy kicsit, utána látom, hogy Judit, meg lelátom, akkor is mindig megkérdezem 6 órakor, hogy add belőle, de mindig úgy hallom, hogy azt mondja, hogy igen. Jól van, Viki, aláírjuk mindjárt, jó? Jó. Puszi neked, köszi. Lejátszuk az Opel-es játékot? Hajrá! Mit szóltok hozzá? Opel, ugye? Hát milyen életérzés, Ani? Hogy van ez? Sohasem Kopel. Na, és én vagyok életérzés, a hahotás. Na, SUV életérzés. Na, ugye miről szól a játék itt? Ez a gyönyörű kis autócska. Ebbe kell bepakolni, méghozzá úgy, hogy minden benne legyen. Jól mondom? Jól mondom. Állólámpa, sífelszerelés, hűtőtáska, bőröndök, gyerekülés, sífelszerelés, horgászbot, bőröndök, van és minden. Úgy játszuk, hogy csak a sofőrnek kell beülni, vagy az anyós egyre még be kell pattani? Anyós egyre is, kettő játékosunk van. Tehát be kell ülni, megnyomni a féket, és megnyomni a start gombot. Így automata van. Vezetésből felkészítettük a játékosainkat, tudnak automatát vezetni. Hol vannak? Jó reggelt! Hello! Sziasztok! Tudsz automatát vezetni? Persze, azt vezetek, igen. Azt vezet egyébként is. Hát az nagyon, az nagyon. Kulcsosat vagy gombosat? Kulcsosat. Kulcsosat. Itt nem kulcsosat, itt csak nálad van a kulcsgomb. Gombos sem, úgyhogy... Ha megnyomod a gombosat, rálépsz, rátenyerelsz a fékre, és akkor... Fej az új kiós autódiler. Kulcsosat vagy gombosat? Gombosat tetszik kérni, mert van mind a kettő, kulcsos meg gombos. Jó van, gyerekek vannak a családban? Vannak, igen. Mekkorák?
29 és 21. Hát ők már centi nagyok. Vagy év. Fiú és lány. Azt a fiú és lány. 29 évesünk. Hát mondom, hogy itt a Zalaegerszegen valami genetikai kezelés van. Az. A sok ide, prószak. A Krasznai leköltözött ide, és itt nyitott egy magárendelőt magánpraxis titokban, mert hogy tényleg, hát gratulálunk két ők ilyen nagy gyerek. Ők születtek. Ők nem itt születtek. Hol? Nem vagyok Zalaegerszegi, egyébként Tiszalökről kerültem ide 2010-ben. Azt a mindenségét. Tiszalök. Már a nevében az benne van a demográfiai robbanásnak. Ott mindenki lök. Jó, de akkor a pakolásban jók vagytok, tehát tudod, hogy kell, ugye? Mert ez kell egy kis logisztika, hogy az ember hogy pakol be egy ilyen autót, főleg a kisgyerek van, ott sír, indulna már nyűgös, szóval az ember tudja. Oké, kivel játszol? Mi a kollégina? Ő a húgom. A húgod. Hello. Hogy hívnak? Csilla vagyok. Csilla és Szilvi. Oké, egy percetek lesz bepakolni, jó? És akkor be kell pattani anyós egyre, meg a vezetőülésbe. Anyós egyre be kell ülni. Te az egész tiszalöki brigádot átköltöztetted? Igen, ide telepítettem őket. Jó, hát ha nekem jönni kell, ugye hiányzik a rokonság, jöjjenek ők is. Átoszta őket is. Oké, látok mindent, jó? Oda rakjátok, ahova tudjátok, ahova gondoljátok, csak férjen be minden, lehetőleg minél korábban, vagy minél előbb, mint egy perc, hogy ne álljon rá, és akkor összehasonlítjuk a másik csapat. A jó ideje az, hogy táblafelismerő rendszert, vagy vezeték nélkül telefontöltőt nem kell belerakni, mert az benne van gyárilag. Azt a mindent! Jó, mi a szignálgyártó lettél mára? Viszont a lábbalnyitásról indulunk, tehát az igen, jó. Igen. Lábbal nyitjuk, ez ugye, ha valaki nem tudná, hogy elhúzod a lábad alatt a szenzor előtt, és ha jó érzékkel húzod el, ezzel sok időt lehet veszteni, akkor kinyílik a csomagtartó. Nem kaptátok meg a kulcsot? Nem adjuk oda a kulcsot. Vigyázzunk, nehogy meglépjetek az autóval, azért arra vigyázunk. Oké, indítsuk az órát. Várjál már, mert itt még a Jani aláfekszik a gépjárműnek. Jaj, nálad volt a kulcs? Csak letöröltem a cipőmet. Nálad volt a kulcs, Jani? Már vinnéd hétvégére? Nem, az a baj, hogy túl rövid a lábam, mert van egy másik Opel modell, amit nekem ajánlanak egy ilyen Dodge Jam kategória. Nem tudtad kinyitni lábbal? Én úgy látszik, nem tudom, nekem rövid a lábam ehhez. De tesó, az van, hogy közelebb kéne álljál, mert én itt hiába. Na most, látod? Látod? Hát a kulcs... Adod a kulcsot a lányoknak, te legyél kulcsirigy. Igen, a kulcs a lányoknál kell, hogy legyen. Persze. Na. Hát ha nincs rád a kulcs, nem tudod kinyitni a csomagtartót. Képzeld, ha úgy is nyílna, hát nagyon jó. Oké, indíthatjuk az órát? Várjál, Csilla úgy rendbe tette az egész brigádot itt mellettem. Mit mondott Csilla? Elmegyünk a kocsival. Egyébként abszolút. Nem adod, hogy a kulcsot nem nyílik. Na, tök igazad van. Akkor, Jani, légy szíves, számolj vissza, indítjuk az órát. Na. Nézzük, 3, hogy megy a pakolás, 2, lányok. 1, súf! A lányok mind a ketten kalipálnak az autó alatt, jó? Kinyílt az Opelnak a csomagtartója. Ne nézelődjünk. Egy kicsit nagyobbra nyitjuk. Hát most az elektronikát tönkre tesszük benne. Emeljük fel a csomagtartót. Jó? Nem volt teljes a nyitás. Dobd be, nem baj. Nem baj, ezt följebb húzhatjuk kicsit. Maximum, nem csukjuk le többet. Oké, elkezdtek a lányok pakolni. Hát mi van már a csomagtartóban, János? Te látod, te elszod. Azt mondja, hogy úgy, szerintem van benne, azt mondja, egy hólánc pótkerék. Ja, ne? Van benne egy sícsizma, van benne egy óriási bőrönd, benne vannak már az ásványvizek, és benne van már a kis motor. Most jön a síléc, ahogy látom. Benne van már a hűtőtáska, és egyébként ebben a pillanatban le is lehet, az nem fogod beférni, ezt le kell csukni. Le kell csukni, állólámpát elére. Üljél be, Csilla! Ahol a legvékonyabb, ott csukva az ajtót. Állólámpa is van. Nyomj egy kövéret, és vigyázz róla. Engedd ki. Tedd rükkvetve. Engedd ki. Ja. Mennyi volt az idő? 55 másodperc. 55 másodperc. Rekord. Jó, ennyi van. Rossz. Plusz nem az rossz. Apró. Plusz az apró, igen. A bicikli az egy bácsi volt, azt is beraktuk. Ah, semmi baj, nincs elég. Sziasztok, elmentünk egy költ. Na, hogy tetszik egyébként Bentről? Milyen? Jó? Nagyon jó, szuper. Lecserélnéd a sajátodat? Hát le. Ne, ugye? Hát jó, sajnos a férjedet most... kérdeztük, Nyugi. Az autó. Sajnos most az autót nem hát tudjuk adni. Hát azért, mert fiatalabb. Hát? Sokkal, mert ez vadonatúj. Igen, hát valószínűleg fiatalabb, mert hogy ez konkrétan 30 km van benne. Oké, csajok, bocsánat, de ki kell szállni, tudom, hogy szeretitek. Köszönjük szépen, és felhúzzák az ablakot, és becsuknák. Nem szállunk ki. Jó van, a tét 100 000 forint, jöjjön a másik pár. Megnézzük ők, hogy pakolnak. Andi és Evelyn nagyon szomorúan áll itt. Mi van? Nagyon fázunk. Fáztok? Nem már. Gyertek be az üvegstúdióba, mert nekem már úgyis melegen van, ki kellett húzni az egyik hősugárzót, mert ott már túlfűtöttük kicsit. Igazi szemét. Bejöttök oda, egyébként. Kocsiba is jó idő van, úgyhogy már egy kicsit tudtok üldögélni, jó? Rendben. Meg tudjátok csinálni 55 alatt? Meg.
meg. Azt mit csinálnátok 100.000 forinttal, mert ugye az a tét, ugye 100.000 forint cash, 50-50? Meleg ruhát vennénk. De jó. Nem, hát mert. A pinybe egy forró teára, az egész biztos. Pincs, az a neve, hogy pincs. Ingyen kapjuk. Jó, oké. Okay. Elmegyünk bulizni, elhisszük a kollégákat. A nagyon szép perspektíva, elhívni a kollégákat. Hogy a verjünk el 100.000-et. Gyönyörűen elhiszunk 100.000 forintot, szép kilátások. Vannak itt bélelt sícsizmák egyébként. Csak kicsit nehéz benne futni. Sícsizmák? Az sícsizmának hívják, nem? Azt mondtad, hogy sícsizma. Igen, sícsizma. Gyere majd a reklám alatt beszélgessünk. A kínai téli sportszövetségtől kaptam az információt, sícsizma. Te hülye, nem sícsizma. Nem nevezheted. Hát bakancs, mondjuk. Vagy sícipő, vagy bármi, de sícsizma. Ezt így ebben a formában ezt még nem hallottam. Hozd a léceket és a sícsizmát. Ha bemegyek a téli sportboltba és sícsizmát kérek, akkor nem ezt adják? Furán néznek rád és nem tudják, hogy mit adjanak. Gyere már, hallott sícsizmát kérek. Hallgass már meg, ez a csávú sícsizmát kérek. A hülyének bármit eladhatunk. Elnézést, jelenik, szeretnék két lécet, meg két darab sícsizmát. Két pár sícsizmát. Oké, lányok, van esetleg, még nincs gyerek a családban, még a logisztika pak. Ó, mekkorák? 12-8. Hát akkor te tudod milyen? Te is. Zalai levegő, fiú. Tudod te akkor milyen elindulni? Bevándorló vagyok, Pestről jöttem. Migráns vagy? Ott te migráns, vigyázzatok, migráns. Na, szóval te is tudod akkor milyen elindulni két gyerekkel, hogy azért az nem egyszerű, ugye? Menni fog. Oké, ki a felelős a logisztikáért inkább, ki pakkolja, irányítja a pakolást? Aki Andi. Gyerekes. Jó, oké, kezdjétek el akkor. Én a feladat ezen részét mindig másra bízom. A sícsizmára mindenképpen figyeljél, az nem maradjon ki. Sícsizmára. Jó, indíthatjuk az órát? Jó. Na, lányok, figyeljetek. Három, kulcs kettő. Nálatok? Kulcs náluk? Várják, igen, kulcs náluk. Náluk. Jó, lábbanyítás. Kettő, egy. Súf. Na, így fogod inteni egész héten? Jó, indítsd. A másik útok pakoljon, miért nem pakol a másik? Lányok elakadtak a lábbanyítását, nagyon jó. És a többiek persze ne várjatok egymásra, az egyik pakol hátra, a másik pakol előre. Igen, kicsi idő elment itt a lábbanyítással, elment egy bruttó 10 másodperc. Mert ott álltak ketten egymás mellett. De most már nagyon sietnek a lányok. Hajrá, ez kicsit olyan egyébként, mintha nem készülnének nyaralásra, hanem megpróbálnának fizetés nélkül lelépni arról a helyről, ahol egyébként nyaraltak két hét. Egyébként tényleg olyan, hogy... Nem nem teleszkópos a pecabot, csak mondom, álló lámpa megy be hátulra, az úgy hogy fog beférni, kíváncsiak vagyunk. Így van, és sícsizma! Sícsizma nagyon jó. Jó, vigyed magaddal, ülhet vele előre. Mehettek? Menjél, sícsizma. Az gombbal csukódik, jaj, szegény jope, szegény jope. Ahogy kipakoltok, ez az. Na nem baj, mindegy. És be kell indítani. Indíts be! Jó, beindul. Brum. Jó. Mennyi volt az idő? 55 volt az előbb. Hopot, hogy bőg a motor, álljatok el a kocsi előbb, mert D-be rakja elindul. Cica, értem, hogy szeretjük, őrizzünk meg a nyugat. Jó, van. Ki is tisztult a motor? Na. Hadd pufogjon a karburátor. 55 volt az előbb, ti szerintetek mennyit csináltatok? 52. Számoltál fejben közben? Nagyon jó vagy. 54,27. Azt a mindenit, csajó! Nagyon jó! Egyébként kívülről tényleg úgy néztetek ki, amit Jani mond, mintha... Kis lányok, megyünk inni! Mint a fizetés nélkül akartak volna meglépni. Egyértelműen az volt a szitu. Tényleg, mint egy nyaralásból távoznának, úgyhogy rohannak. Sícsizma is benne. Sícsizma segített. Hát gyakorlatilag egyébként lett volna 52, hogyha nem álltok ott ketten hátul, és így lógázzátok a lábatokat, hanem az egyikötök mondjuk pakol. Ugye? Figyelj, a gáz miért nyomtad ilyen riadtan? Mi történt? Hát, hogy milyen hangja van? Ja, hogy milyen hangja van? Ja, nem cserélem a sajátom. Megnézted egy kicsit, jó? Megnézted egy kicsit, jól van. Igen, mondjuk a csomagtartó, hogyha onnan nem látod egy felé, úgy néz ki a csomagtartó, mint hogyha mondjuk egy ilyen turista gázpalack elszállt volna benne. Tudod, minden darabokban, minden össze-vissza, minden egymás egyáltalán, de benn van. Nem volt kitétel, hogy szépen kell pakolni, úgyhogy... Csajok, gratulálunk. Fordítsátok azért valami hasznosra is ennyi, mert hogy igyatok belőle nyugodtan, de hogy valamit még vegyetek belőle. Jó van, gratulálunk, ügyesek. Jó, és hát Csilláiknak természetesen jár egy kis vigazdi. Sajnáljuk, hát ennyi múlott. Egy sícsizma, az egyik sícsizma. Elvihetitek az egyiket. Az egyik sícsizmát megkapják, igen. Ja, Istenem, na jó van, beszélj már róla a néniről, majd hírek után egy fél mondatot, akinek azt mondta a GPS, hogy menjen balra, és befordult és egy aluljáróba, ott valahol az M1-M7 szakaszán, hogy értelmezett félre a GPS, és hogy a robotok már átvették az agyunk felett, úgy a hatalmat tényleg, jön a kiborg világ. Azt mondta a GPS, menjen, forduljon balra. Ja, vagy úgy forgalmazták az autót, hogy lépcsőt is tud mászni. Igen, a néni befordult balra, és lement egy aluljáróba, ahonnan az aluljárónak a felén a lépcsősoron vagy megállították, vagy észbe kapott, és nyomott egy féket. Azért ez amennyire
vicces, annyira megdöbbentő is. Hát hülyen követte a parancsot. Azt mondta, GPS, menjünk balra. Na, a Petőfinál történt egy. Csak egy mondat, egy helyzetjelentés, igen? Hogy ha lehet, akkor holnapra kérünk egy másik autót, mert a lányok tönkre vágták a hátsó nyitót. Figyelj, nem, nem csak a lányok voltak, azt mondom, ezt mindenki úgy csukja, hogy ugye automatikusan lehúzza, igen. De hogy annak van egy gombja, amit ha megnyomsz, akkor az automatikusan becsukodik, mert én már tegnap éreztem, hogy az köhögni fog így két nap után. Jó, hát, hát figyeljetek, ennek szólunk a sponsornak, hogy segítsen ki, igen, bennünket. Még egy esély. Nem szabad elfelejteni, hogy a Grandland X-nek nem csak parkolóasszisztense, táblafelismerő rendszere és 8-szoros kijelzője, hanem lelke is van. SUV életérzés. Fél 90 pontosan mindjárt jövünk a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. Ez meg vagy, Jani, elment sütit enni, és még nem ért vissza? De figyelj csak, tehát tele vagyunk. Konkrétan most kaptunk egy vegán tortát. De ő elment enni egy sütit valahova. De reggel 8-kor. Én nem tudom, hogy mi enni egyáltalán ilyenkor. És még nem jött vissza. Óriási. Itt látott valami kis pékséget, elment, az elment, hogy elszik egy sütit. Nekem 7-kor mondta, hogy ő keres egy süteményezdét, de én azt gondoltam, igen, hogy 10 után. Elment és sütit enni? Voltál sütizni? Jó volt. Fincsi? Klassz. Jó tettél? Minden szuper. Mond. Hát, de fölveszi a fülest. Igen. Picit lefújtott. Megfekette Laci, 10 francia krémet benyomtál? Kaptunk egy kis vegán édességet. Az eljutott hozzád is? Az ugyanaz, mint amit ti kaptunk? Az ugyanaz? Igen. Vegán tortát kaptunk. Azt tőletek kaptuk? Kiktől? Picit belemartam, nem baj? Egy kézzel remélem, hogy egy markolom. Igen, de milyen gyorsan terjed az információ, hogy 2 perce vettem át, és adtam oda az egyik osztályzának, hogy vigye be. Mm-hmm. Mire jön a megszólás, te már tudsz róla, bent vagy, és már beleettél, és nyilván már egy műanyag dobozba, gondolom, hogy 3 szeletet csomagoltál magadnak az útra. Nem tudok már, mert nem marad belőle annyi. Észrevettem, hogy annyira kiélesedett például már a periférikus látásom is ilyen téren. Most, ha egy sütés dobozt elvisznek oldalt. Egy tortás dobozt simán kiszúrok, hogyha elvisznek mellettem. Láttad, hogy érkezik, igen, a vegán torta, amit, igen, átvettem? Az volt, hogy megnéztem, hogy itt a környéken hol vannak cukrászdák, és aztán mondjuk egyébként konkrétan mögöttünk van egy, de mondom, elmegyek ezt valahol egy jó krémes. Mert hogy ugye a szendvics után azt miért tudjátok, ha, persze, persze le kell azt fújtani valamivel. Így, ahogy van. És aztán hirtelen így felállok, és így bevillan. Fehér. Oldalt néztem, és az egyik hostesslány vitt egy tortás dobozt, és már lekövette. Mi az, hova viszed, mi van benne? Kinek küldték? Ki küldte? Igen. Kés van nálad, 2 szeletet azonnal tegyél el. Nem vártam meg a kés, találtam egy kanalat, és már martam bele. Kellemes volt. Kellemes? Jó lesz, jó lesz. Látjátok, lányok, hát de ez a helyzet. Hogy de még tudtátok, mit kell hozni. Még elmélyítem majd a köztünk lévő kapcsolatot. De abban nincs se tojás, se tej. A vegánban semmiféle vegán állati eredetű nincs, ugye az a vegán. Hát de és akkor a tejszínhab a tetején. Növényi tejszínhab. Hát, növényi tejszínhab. Miért csináljátok magatokkal ezt? Még pont a növényi tejszínhab az nem akkora kiszúrás. Az egészen jól hozható. Semmi gond nincsen vele. Hát, jó, növényi, de hogy az egyébként jól hozható. De hál' Istennek vannak olyan, tehát ez is azt jelzi, hogy még mindig vannak olyan vegánok, akik szóba állnak velem is. Igen, tudod? Veled te művegával. Igen, mert ugye te azért eszel állati. Persze, én ugye óvodalaktó vagyok, és óvodalaktó. Azt tudod, hogy téged jobban gyűlölnek, mint a nem vegánokat. Tehát, hogy én, aki eszem csülköket, engem jobban tudnak szeretni. Szegedne, én mindig kapom az ívet. Hogy te szemét állat. De a hardcore környezetvédők is egyébként így vannak vele. Tehát, hogy a múltkor kaptam egy SMS-t valakitől, aki megírt, hogy jó lenne már, hogyha leszoknék a kávéról, mert egyébként 120 liter vizet használok el minden egyes csésze kávé, hogy miért azt csesztetik, aki egyébként tesz valamit egyébként a környezetért, aki nem eszik húst, de eszik tojást meg tejet, az miért kapja állandóan az ívet a hardcore arcoktól? Mert gyilkos vagy azért, mert a tojásokból aranyos kis csirék. Engem legalábbis vele. Ja, hát jó, hát ez csak dicsérnek. Róla meg lepattan, úgyhogy... Én engem meg mindenki megtalál. Nem, hát tudod, az emberi ego az ilyen, hogyha valaki el tud mondani, hogy ő ilyen, akkor azzal te kicsit már azonnal felül helyezed magad. Egy vegán jobb, a laktó van, a laktó jobb, a vegán, mindenkihez hasonlítja magát. Igen, csak én nem futhatom magam soha, hogy én meg jobban ezt csinálom, vagy azt csinálom, meg ezért csinálom, meg azért csinálom. Hogyha megkérdezik, elmondom nagyon szívesen, de egyébként de kit érdekel? Így van, pontosan így van. Egy kis gyűlöletet látok a csajok szemében is, nézd meg. De nem vegánok, szerintem a csajok nem vegánok, ti nem vagytok vegánok, csak ott dolgoztok, nem? Vegán, ahogy milyen lesajnálom, mondtak vegánok. Ha jó, akkor egy követ fújjuk, ők is árulok. Jaj, Istenem, csak mondom, hogy kaptunk egy fotót Atistól, Györke Atistól közben, hogy Walking Dead-et néz az Anna meg a Zsül a stúdióban. Hát mert ugye mekkora melóval. Feltett lábbal a helyemen Zsül, mellette Anna szintén feltett lábbal a Walking Dead-et néznek. Jó, az mondjuk most a nagy tévénken. Tehát, hogy nem tudom melyik évadot, de hogy azért ott szépen. Ha az első meg a második, akkor irigyeljük tőlük.
és irány Bestoffot vágni! Igen. Tegnap elmentem Balázs és Jani mellett Szombathelyen, és ez a párbeszéd zajlott le. Majd este jól bekajálunk, mondta Balázs. Majd este jól bekajálunk, kérdezte Balázs a rolleréről, majd nem leesve. Nem tudom, majd meglátjuk, mondta Jani cipőkötés közben. Hostess lány, gyere már Jani, mert elkésünk, mondta idegesen. Én meg állok, mint a szerencsétlen a hotel előtt egy rózsaszín lufival, ez konkrétan megtörtént. Ez a Szombathely, ez Szombathely reggele, Jani kötötte a cipőjét, én kirollereztem, a Judit intézett, üvöltött, hogy gyere már, kivel mész, mondta Jani, hogy Judittal ők elmentek, én meg elrollereztem a kocsi mellett. Ez így történt. Itt vagy most egyébként? Nincs itt. Ő az ott áll rózsaszín lufival, egy sokkal kapva a Szombathelyi szállod előtt, hogy na, ez vajon mi volt? Emlékszel reggel, mikor találkoztunk? Igen, de én nem így emlékszem. Úgy emlékszem, hogy a hostess lány nem azt mondta, nem a Judit volt, hanem azt mondta, hogy siess, mert ha zuhany alatt akarod csinálni, akkor még igen, plusz 5 perc kell, és már Judit most keres. Én erről eresztem, és mondom, Jani, nincs ez késő. Ja, nem, ezt álmodtam. Ez sosincs késő. Jani, mindjárt kezdődik az adás, te meg még itt, érted? Egyébként nagyon sok hallgatónk észrevette, és csak mondom, hogy mától fogva nem jó reggeltet kell köszönni Balázsnak, hanem alohát. Miért? Hát mert egy virágfüzér van a melegen van. Igen. Balázs megint irányt szép mutatott neki. Nem értitek ezt még, nem értitek ezt. Nem értitek, nem vagytok erre felkészülve. Ez egy olyan irány, amit csak én értek. Nem. Úgy mondtam fél évvel ezelőtt, hogy a virág be fog jönni. Azt, virág, mint az lecseréljük a Ferit. Ezt már mondta 10 éve azelőtt is. 10 éve mondogatom. Nem is változik semmi. A virág minta az a paliknál is, az megy. Az nem megy ki a divatból. Hogy jön ide a palik? A paliknál és a marsinál, igen, valahol Tenerifén. Jó, most kicsit felvettem egy ilyen virágosat. Na, hát végig is két szülinap között vagyunk, én már lélekbe hangolódok, hogy az egyiket megünnepeltük, a másikat nem sokára. Biztos, nem a háta. Itt többen írják, hogy nagyon aranyos vagyok, meg nagyon nézek, itt lehet, hogy ne Viki gardróbjából öltözködjek. Többen elküldték egyébként két különböző SMS-t, és Ivett nagyon drága vagy, köszi. Hol vagy, Ivett? Ott van hátul Ivett, nagyon aranyosan elküldte. Akinek szintén születésnapja van, ezt a virágcsokrot kaptad, Ivett. Igen, egy kislány meg áll előtte, vagy lány ma van a szülinapon feliratta, itt a virága mellemen. Nézd meg, hát felkészültem. Hoztál neki virágot. Na most mi bajotok van ezzel a felsővel? Nekünk semmi, te hordod. Egyébként, hát addig jó, amíg te hordod. Nekünk nem kell ilyet fölvenni. Azért egy rózsaszín fejhallgató teljesen passzolna hozzá. Na, hát ezek a sztereotípiák. Ha Isten, minden vegán mögött áll egy csalódott nagymama. Hát is küldtem. Köszönjük szépen. Jani, én úgy imádlak, ahogy vagy. Én úgy imádlak, ahogy vagy. Ez Tündi küldte, látod? Itt vagy, Tündi. Igen, ez növényi Norbitány színjábja, kérdezi valaki. Növényi Norbitány. Na, szóval a néniről beszélj már egy mondat, a gyerekek, a néniről, nem a Petőfinál volt, én rosszul mondtam, ez M1-M7, ugye közös szakasz, János megállapította a fotóról, és hát ez a GPS használt, ez mindig egy nagy kérdés, hogy kinek hiszel, ül valaki az anyósülésen, veszekedtek, használ GPS-t, nem használ GPS-t, ez minden áztartáson egy konfliktus forrás, a néni ugye alszeg egyedül volt, és a GPS az bemondta, hogy fordulj balra. Mert a fordulj balra, az körülbelül úgy kellett elképzelni, hogy 50 méter, vagy 30 méter múlva fordulj balra. 30 méter múlva fordulj balra, Marika. Mondta, hát ezt nem tudom, hogy mond, igen, Marika, nem tudom, hogy mondta, vagy nem mondta. Ugyanis egy Volkswagen típusú személyautóval, írja itt az egyik napilap, az M1-M7 szakaszánál felszeretett volna hajtani valami feljáróra, és befordult egy aluljáróba. Az megvan? Egyrészt a néni arca is megvan, meg amikor igen, ott jönnek föl az aluljáróból, nekem megvan, hogy ott jön egy autó lefele a lépcsőn. Azért. Én ismerem egyébként azt a részt, ott megközlekedek arra. Igen, lehet menni, igen. És egy elképesztően meredek lépcsőről van amúgy szó. Igen, ő jött kiféléből az aluljáróból, és ugye ott valahol azonnal rá tudott fordulni egy lépcsőre, és a GPS-nek azt mondta, hogy forduljon balra. Egy GPS asszonyról van szó. Egyszerűen ez 50 méterre korábban tette meg. Mert volt bizodalma a GPS-ben, azért. Mert már számtalanszor bebizonyította, hogy okosabb, mint az ura. De várj, amikor már meglátod a lépcsőt, akkor még igen, miben hiszel? A kipufogó dobban. Hogy az abban, megfogja. Hogy azon akadt fent állított. Igen. Tehát abban reménykedsz, hogy nyilván nem gondolt meg a kipufogó dobra. Meg abban a sok imában, amit vasárnap. De te kézed ott jössz fölfelé, és azt látod, hogy néni csűrt egyet balra, és éppen száguld lefelé. Ugye azért állt meg ő a lépcsőn, megfogta ezt a másfél tonnás autót, azért az nem rossz teljesítmény, mert hogy a kipufogó dob, az elakadt valamelyik lépcsőben vagy a feljáron, és azt tartotta a nénit, aki valószínűleg még egyébként üresbe fullgázzal próbálta megugrani a forduljon balrát, hogy ő menne tovább, csak valaki visszafogja az autóját. Hát csoda, hogy nem történt komolyabb baj. Édes Isten, segített kiszállni a néninek, és hát azt mondták, hogy azért nem volt jó látványa, hogy így orral lefelé áll a lépcsősoron az autó.
Szóval nem kell másokat várni. Nem kell 50 év, hogy a technika átvegye az uralmat a fejünk felett. Nála lehet, hogy nem lett volna baj, ha a technika átvezi az uralmat, mert a technika nem engedi le a lépcsőn a gépjárművet. Az van egyébként, hogy azt néz meg a végén, az alsó képen lehet látni, hogy ott csak egy korlát, azt átszakítja a kocsi, akkor még egyet esik is. Nagyon kemény. Na de mi a GPS-ekre azt mondja, hogy balra, akkor... Balra Marika. Igen, balra Marika, akkor balra kell menni. Balra Marika, akkor te ezt gondolkodás nélkül egyébként végrehajtod, mert ennyire hiszel a GPS-nek. Tehát fel sem méred, hogy ott mi van előtted, vagy egy aluljárót, te befogulsz balra. De azt fejtsük meg, hogy a GPS miért vitte arra, érted? Tehát valószínűleg a GPS nem erre a kanyarodásra gondolt, mert a GPS... Nem, a GPS 50 méter múlva fordulja balra. Vagy mondom neked, hogy nem autóra volt, hanem gyalogosra volt állítva. Mert például a telefonod GPS-én be tudod azt állítani, igen, hogy a gyalogos, teljesen gyalogos. Igen, és ha gyalogos, akkor a gyalogos leviszi a lépcsőn. Hát vagy mondta, hogy a következő lehetőségnél forduljon arra, tudod, amit ő 50 méterrel később gondolt, tehát a GPS nem volt hülye, csak a néni megmondta, hogy a következő lehetőségnél forduljon balra, meglátta a lépcsősört, és azt mondta, mi ez, ha nem következő lehetőség? Következő lehetőség. Kapaszkodj, Tibi. Tibikém. Kapaszkodj, Tibikém. Mindjárt ott vagyunk az iskolában, és a néni becsűrt balra. Aha. De hogy ott éppen valaki azért nem jött föl. Hát azért 30 méter múlva sétáljunk balra, Marika. És ez nem tűnt fel Marikának. Kemény egyébként. Hát ilyenkor jön elő az, hogyha van az autódban táblafelismerő rendszer, akkor ugye? Mire a táblafelismerő rendszer, illetve nem tudod elrántani a kormányt balra? Nem tudom, csak be akartam nyalni csontik a szponzor. Ti nagyon remikedsz itt egy hétvégi tesztvezetésben, vagy valamivel, hogy Mónit meglepet valamivel. Nagyon dolgozol az ügyön, hogy legyen valami. Az lepni meg kellemes, ha még egy hétig menni. Azért valaki egy belga nyugdíjas pár éve Brüsszelből elment Szerbiába, mert elképelte a város azt. Talán még velük foglalkoztunk is. Beszéltünk is erről a sztoriról. Hogy rosszul írták be. Na de várjál. Hát azért... Hát tudjátok ez a... Ugye, hogy egy bizonyos kor fölött azért az éves vizsga gyerekek azért az nagyon kötelező. Szóval azért, amikor belga nyugdíjasként te Brüsszelből elmész Szerbiába, nem tudom, mit írtak be, vagy hova akartak eljutni, azért csak feltűnik, hogy nem 3-4 órája ülsz az autóban, hanem 9,5 órája, nem? Vagy 8 órája, tehát azért az időintervallum azért, és akkor mondod a feleségének, hogy aranyom, ez a múltkor közelebb volt. Úgy elmacskásodtam, mint a jobb legyen, aranyom, ez a múltkor egy picit, mintha közelebb lett volna, megszomja azt a kicsit úgy már elmacskásodtam. Figyelj, ez, tehát hogy lehet, hogy valamit nem jól írtak be. Ez az alapvető különbség, ugye, mi is ismerjük, hogy nagyon jó párhuzam, a franciaországi Kán és a magyarországi Kán közötti különbség. Tehát, hogy azért érted. És a Balatonnal is van ilyen sztori, ott a svájci nyugdíjasok írták be. Balaton. Balaton, és elvitte őket a Balaton nevű településünkre. És hol a tó? Sehol. Így van ez. Egyébként sokszor viccelődünk rajta, meg nálunk is volt már műsorban, hogy poénkodhatok rajta egyébként valahol teljes joggal, hogy én mit fárelkedek a feleségem mellett az anyós egyesen, ahogy Balázs fogalmazott a papír térképen. Na például ezért. Mert rengetegszer van ez egyébként, hogy a GPS olyan helyre viszi el, ahol egyébként semmi keresne valójában nem lenne, csak hogy neked, de autónak sem. Például a feleségünknek a telefonján a Google térképnek az útvonaltervező folyamatosan felvisz minket, vagy el akar vinni minket olyan utakra, amik kvázi nem léteznek, vagy pedig csak kerékpára jártatok a földút, érted? Na jó, de itt azért itt olvasom közül ezt a brüsszeli történetet, tehát ő a brüsszeli otthonából indult el, csak Zágrában vette észre, hogy a GPS rossz irányba vitte. Szóval azért az egy nagyon beszűkült tudatállapot. Tehát én az anyósomat szoktam így megtalálni, hogy hol vagy, nem tudom. Mi volt az utolsó, amire emlékszel? Mert ő ugye megy a GPS után. Hát, hogy felhajtott az M5-ösre. Hol mentél le? Azt nem tudja. Mondom, mit látsz? Tehát én így találom meg az anyósomat, és megyek menteni. Tehát múltkor a kerti partin kellős közepén elindult haza. Mama, miért nem vagy is? Rácsörögtünk egy másfél óra múlva, hogy meg vagy. Hát mondta, hogy szerintem eltévedt, hogy áll az út mellett. Tehát ezt meséltem ezt azt, hogy hol vagy? Hát, hogy ő azt nem tudja. Ma akkor is szűkítjük. Mi volt az utolsó, amire emlékszel? Győrtábla. Mi volt az? Szerintem felhajtott az M5-öse. Két puszit adtam a Beninek. És azóta semmit. Szerintem felment az M5-öse. Azt mondom, jó. És mondom, mi van előtte? Hát, hogy szerintem ez egy ócsa tábla. Ócsa tábla. Ócsa, akkor jó. Azt mondom, jó. Akkor azt mondom, mit látsz? Rohadt sok szélmalmot. Hát akkor vagy Amsterdam mellett, vagy pedig Győr. Igen, be vagy gombázva, mama. Amsterdam mellett vagy. És kiderült, hogy felhajtott az M5-öse valahogy. Nem teljesen emlékszik, hogy egyébként. Pest-Lőrincre kellett volna hazajutni a nullásról. De ráment az M5-re, megijedt, és az első kihajtón kihajtott jobbra. Átment az M5-ös fölött, letette az autót egy ilyen szénatábla mellett, majd hívott, hogy találja meg.
3-3 és fél óra alatt mama megvolt egyébként. Tehát, hogy ment a mentő expedíció. GPS-szel megy ilyenkor? Tényleg, akkor mindent kikapcsol, leállítja a kocsit, kiszáll és vár. Annak örülök, hogy a telefon felveszi. És akkor behatároltam, hogy mit látsz, egy víztornyot. Jó, mekkora, milyen színű. És megtaláltam az útlevet áldogát. Hatalmas templomot, úgy néz ki, mint egy Tiany apácsek, de ide van írva mellé, hogy Lőrinc. De aztán később kiderült, hogy ez az új tulajdonos neve. Igen, szóval elképesztő. És akkor ott áll, látment az M5-ösön, és ócsal. Tehát nagyjából úgy, mint ez az ágrábi brüsszeli pár, de azért 8 óra alatt nem veszed észre, hogy egy 3-4 órás útra indult. Azt beszélték azt meg, mondja, hogy felváltva GPS... fognak majd vezetni és aludni, és egyszer aludtak véletlenül. De nem, amikor tankolni megászott, azért csak föltűnik, hogy már más ország, máshogy beszélnek. Hát a 67 éves néni nyilatkozott, azt mondta, hogy láttam, hogy a Brüsszelből elindul néni egyedül volt, láttam, hogy ütközben különféle nyelvű táblák változnak, Aachen, Köln, Frankfurt, de nem foglalkoztam vele, csak hajtottam tovább. Egyszer majd visszaérek. Van az a GPS használó, akinek a GPS azt mondja, akkor azt mondja, érted? És ő átment valahogy, és eljutott végül is Zágrába. Hát ez egy Brüsszelből... Az egy hosszabb túra. Az egy emberes séta, igen. Na jó van, oké, hát írjátok meg, drága hallgatók, hogy ti hogy jártatok, ha van GPS-es kaland, jó? Illetve a családban van nagy GPS-ező, azért azt is, hogy hogyan ültök a kocsiban, kikivel veszekszik, ki kezeli a GPS-t, és milyen sztorik kapcsolódnak ehhez, jó? Amikor a sofőr is más gondolt, a GPS más gondolt, meg hát az anyós ülésen ülő is más gondolt, ami például Jani Égnál sűrű megtörténik, hogy ugye János irányítja. Ja, felülbírálom a GPS-t, egyértelmű. Így van, várjuk az SMS-eket, jó? 0623111111, és jövünk még az utolsó játékkal. Ó, hát kérem szépen! Forrestó úr! 3-2 egy síp, még egyszer vegyük át. Mr. Forrestóhoz megyünk, mert a kutyás játékunkkal folytatjuk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 15 perccel, hello mindenkinek, gyerekek, a bocs Feri, ott álltál pont a hangszóró mellett, arra úgy nem láttam. Öröm a hangodat ilyen közelről hallgatni. Annyi, hogy 11 óráig vér folyik a füledből, de egyébként semmi gond. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen megtelt a tér, elállt az eső, hát ez sokat segít azért a hangulaton, hogy az ember kijöjjön, megnézi bennünket, ha nem esik, függőlegesen, mintha dézsából öntenék, ahogy elállt azért még többen lettünk, bár voltunk kitartóak azért nagyon az alaegerszegiek. Gyerekek, azokat a csücsörítéseket, azokat a képeket, amiket én csinálok lányokkal, én látom, mi a divat mostanában, hogy tartod a fejed, hogy csücsörítesz, melyik profilod a jobb, úgy jössz oda. Csináltam az előbb 3 csajjal képet, figyelj, azt a magicet, ami ott van, hát annyit fejlődök itt egy-két település alatt, hogy kell úgy szelfizni, nem csak belenézel és szelfizel, hát az nagyon béna. Melyik az oldalad a nem szem, vagy pró, ők tudják. Hogy tartod a fejed, hogy milyen irányba, hogy miért csücsörítesz. Olyan képeket csináltam, mondom, lövök egyet a sajátommal is, óriási, óriási. Csücsörítettél már Balázzsal? Nem. Akarsz? Persze. Itt az előbb 3 lány, annyira dolgok, mondtam, hogy féltek lányok, mehet, oké, úgy beálltak abba a pillanatban, el is rögtem magam a képen, mondom, ez nagyon kemény, még egy szerencsétlen bácsi fejjel ott, tudod, lazán 40-esen. Ez már nem a miénk, a 3 csaj olyat nyomott egy perc alatt, de arra a képre, és mosolyogtak, és mentek el. Annyira tudták, hogy kell, hogy az valami elképesztő. Hát jó legyen az Insta sztoriba. Hát be, Insta sztori is, meg kép is, igen, de hogy tényleg, szóval nagyon professzionálisak voltak. Inspiráljál, hogy kell, hogy csücsörítsünk? Feri, nem így csinálták. Nem rossz egyébként, nem rossz. Csak az a jó lopuk is őszes szakáll, az kicsit le van az értékben. Egyébként nem rossz. De elmondom, óriási. Nézd meg, hogy irányt mutattál. Nézd meg ezt az orhidea tengert ezen a férfi. Meg is jegyeztem, mondom, végre valaki érti a pólómat. Mert ugye kimentem fotózkodni, aláírtunk minden, ott voltam, mondom, végre valaki, aki érti, hogy a virág minta. Hello, ciao, újra. Na jó, de neked durva, mert neked az egész felsőt csupa virág mintás, igen. Igen. Ez egy póló. Ez egy póló, de hogy az egész nekem az csak egész. Itt fölül egy ilyen kis. Te is sötétbe öltözködtél? Te is a csajod szekrényéből. Ott vannak a csücsörítős lányok, csak mondom. A göndörhajú, ott, figyelj, nagyon experten tolják. Akkor átnyom, olyan selfie volt, hogy nem hiszed el, hogy csücsörítettem. Álljunk be, figyelj. 3, 2. Várjál, de hol a fotó? Az tök mindegy. 3. De várjál, ők szerintem oda mentek valamiért hozzád, Feri, hogy képet akarnak, mert megtámadtak hátulról. Jó, csücsizzünk együtt. Azért mentetek, csajok, hello. Ember, hogy azt mutasd az arcod. Mutatom. Figyelj, nagyon tudják. Megvagytok? Az arcát nézd, Feri.
csücsörítettél életem. Azt látom, hogy itt mellközében igen, de... És ők hárman, még egy barátnőjük ott volt, hárman nagyon nagy képet csináltak. Na gyorsan egy-két SMS azt mondja, hogy a GPS történeteket kértünk, a GPS-e kapcsolatos történeteket, hogy kit hova vitt el, és hát jönnek garmadával az SMS-ek, csak itt kicsit a gépemet. Egy kollégám Szolnokról vitt volna a Nyíregyházára a napos csirkét, ő elautózott Nyíregyházára, volt baj rendesen, ez még békédebb van, de amikor csak parasz GPS volt, a széthajtogatós fajta. Van egy vidéki ismerősöm, neki GPS szava szent, tavaly Budapesten járt, én ültem mellette anyus egyen, a Móriczról terveztünk átmenni a Rákóczi hídon Budáról Pestre, mondtam neki, hallgass rám, tudom a legrövidebb utat, de ő nem. A GPS szerint megyünk, egyébként ezt a típust én is ismerem. Bármit mondhat neki, nem, ő nem tér le az útról. Oké, mondtam hátradőlve, és mosolyogni kezdtem, gondoltam, hogy vicces lesz. A GPS a hatoson levitt minket Érdig, majd ott a körforgalomtól vissza ugyanúgy a hatoson. Haverom, önjönket egy óra lett az 5 perces útból. Az óriás. Gyönyörű, rossz helyen vagyunk be a körforgalom, és ugyanabban az irányba vissza. Igen, írjátok azt a brazil pár esetét, szegények, igen, ők bementek egy ilyen favellás területre, őket rossz helyre vitte a GPS, az egyikük nem is élte túl, igen. Pusztaberkiből indultunk haza Sopronba, Pozsonyban már gyanakodtam. Nagyon nagy duma, Pozsonyban már gyanakodtam. De mikor a vintáblánál ránézem a GPS-re, akkor vettem észre, hogy egyébként a munkahelyre víz, ez Roland küldte nekünk. Tesom faterommal egyszer mentek Pestre Békésből, még kezdetleges GPS, kicsit kihalt volt az út, de hát ritkán járnak arra, ugye Békésből érkeztek Pestre, biztos tudja. Aztán egyszer csak elfogyott az út, találkoztak egy nagy kerítéssel, és egy Boeing szállt le előttük. Feri hegyen túlvitte őket, és bevitte oda, ahol a kifutópálya kezdődik. Az egyébként az erdős része, be lehet menni autóval. A legjobb az, amikor nem ütött ki belőle, hogy például komp használat, mert ugye lehet állítani, és télen oda-vissza komphoz. Igen, sehol nincs. Nézd, már elvitte a víz az utat. Igen. Ez az, amin a csávó ül, tudod. Igen. Az én férjem órákig tervezi az utat. Majd induláskor beszól a GPS-nek, hogy ha-ha, én nem arra megyek, na ki az okosabb? Újra tervezi. Azért az is kemény, mikor a GPS-e vitatkozó, hogy te vagy az okosabb. Azért van bizonyítási kényszer. Egy nagy harc van. 2006 horvátországi baráti nyaralás autópálya, egy viadukt után a GPS jelet vesztett, a sofőr az alagútból kérve lazán lehajtott a pályáról a susnyásba. Úgyhogy még Zágrábot se értük el, egy órát bolyongtunk a kukoricásban éjszaka, mire vissza tudtunk menni az autópályára, egyébként a tengerpartra igyekeztünk. Hát a Zágrából onnan még menni kell egy kicsit. Ő vajon az alagút után mire gondolt, hogy miért megy le a szántóföldre? Hát olvastatok, hogy valamelyik héten jött egy ilyen hír, hogy az Egyesült Államokban van egy ilyen több száz éves fahíd, amit állandóan lebontanak a kamionosok, mert a GPS mindig automatikusan oda viszi őket, és nem hisznek a saját szemüknek. Odaérnek egy fahídhoz, ráhajtanak a kamionnal, és állandóan elviszik a tetejét, meg már rogyadozik össze-vissza a szerencsétlen. A GPS azt mondta, hogy erre lehet jönni. Hát nekem van fuvarozó ismerős barátom, hogy fuvarozó cégem, mondja, azért a sofőrök van baj. Tehát a GPS azt mondja, tesó, akkor bemész a 8 tonnáson, tehát te kezd a susnyásban, mert a GPS azt mondta. Franciaország most síterep helyett egy völgybe bit, kijött a helyi lakos, és rákérdezett, Ájgó hét. Na jól van, oké, hát kérdezem én, hogy Mr. Foresto felkészült-e a játékra, eldördülhet-e a start, biztos, hogy az utolsó játékunk jön. Ez a Bayern játékunk, amikor is ugye kutyába öltöztetünk játékosokat, és egy ilyen agility pályán agility, mindegy, hogy mondom, nem? Ja, mindegy, agility. Így van. Agility pályán kell végig menni időre. Van egy játékos, aki irányítja a kutya jelmezbe öltözött játékost, és van egy kullancs vagy egy bolha, amit meg kell ugatni, mert hát ugye ez a játék erről szól, hogy nem szeretjük se a kullancsot, se a bolhát, és visszaindulni az agility pálya végére. Így aki van. Előbb teljesíti, itt 100 000 forint a nyeremény. Mr. Foresto úr, hadd kérdezzen meg, hogy a pálya rendben van-e? Fölszáradt, alkalmas arra, hogy játszunk egy. Nézd, köszönjük látod, szépen, köszönjük Mr. Foresto úrnak, köszönjük Mr. szépen. Mr. Foresto úr. Itt reggel 6 óra óta méregeti a pályát, sepregeti az esőcseppeket, és készíti az agility pályát. Oké, kik a játékosok? Fogalmam nincs. Azt mondja, hogy Ivett és Péter. Péter van kutyai jelmezben. Ivett, te fogsz irányítani. Van kutyád? Van, igen, van. Ilyen típus? Pomerániai törpe. Pomerániai? Ismeritek a pomerániai törpét? Csak a törpéket. Törpe spic? Igen, másfél éves. Másfél éves. Ez van, akinek egy ajtócsukás elég nagyjából, nem? Igen, tehát ha nem vigyázol, és jön a postás, becsukod az ajtót a kutyának, ott a vége, ugye? Péter, nem érzem, hogy annyira szeretnéd ezt a játékot. Egy szürke kutya jelmezben vagy most. Hát legalább ma nem fázok. Azt mondja, hogy megvagyok, jó? Megvan, erre hogy vett rá a párod, hogy öltözzél kutyába? Tehát amikor te már elindultál ide, még ezt nem sejtetted, hogy kutya leszel. Hát nem, de nem jelentkezett senki, mondom, akkor
menjünk mi. Ah, én nem is ismerem, egy pár vagytok? Hogy nem, de igen. Igen. Sok jelentkező volt, csak akkor valószínűleg ti voltatok a legelsők, igen. Hát okay. Akkor Péter, jó. Egy négy kézlábat legyél olyan kedves, ugye bekötött szemmel, így egy picit gyere előrébb még, idáig eljöhetsz, és akkor Ivet fog majd téged irányítani. Menj el a négy kézlába, Petikém, tudod, kutya? Hát ritkán jár két lábon, igen, Petikém, mert ereszkedjére, bármegyere is nem akarod. Ügyes. A kullancsot ne felejtsük el, vagy bolha, mi az, Forrest úr? Mit kell megugatnunk? Forrest úr, mondja el nekünk. A végén egy kullancsot kell megugatni a gazdi felhívására. Plüss kullancsot. Plüss kullancsot, hogy ugass. Nem csak úgy ugat, okay. Hanem amikor mondja ugye a gazdi, óraindítónk van. Jani, légy szíves, Forrest úr ragaszkodik ahhoz, hogy Mr. Forrest úr, hogy te indítsd. Ja, természetesen ez így fog történni, a szokásoknak és a szabályoknak megfelelően. 3, 2, 1... Kullancs. Hoppá. Igen. Jó. Elindult. Hogy jó, megy négy kézláb? Jól megy? Ivet, hát azért szóba irányítjuk, nem lögdössük a kutyánkat. Milyen gazda vagy te? Mert így konkrétan... Ráhúzott a folytogja körvel egyet, tényleg? Jó, hát jó, elértünk a kullancshoz. Ugas. Azt az ugatás, még egyszer. Tedd oda elé a mikro, azt még egyszer. Már menjen végig. Jó, majd meghallgatjuk külön. Jó, két lábra állt a kutyus, és átvette az akadályokat, az utolsókat Mr. Forrestó pedig lefújja a hihetetlen izgalmakkal. Azt a mindenit. Hát komolyan Péter, mondom. Még egyet légy. Szírte szól el a kanyarban. Ugas egyet. Wow. Mondjuk egyébként sokat fejlődött a kutya ezzel a 10 méter alatt. Igen. Sokkal markánsabb, mint a törpe spic. Megjött a hangja. Így a törpe spicetek? Nem, sokkal hangosabb. Hogy hívják a kutyát, azt a másfél? Pamacs. Pamacs? Nem mondod. Másfél kilósat hogy hívnál másfél? Pamacs. 3 kiló. 3 is van szegény. Valami pompom szereplő. Pamacs. Közben gyerekek, akarom mondani, Ábel mindent rögzít, de reggel 6 óta. Ábel, és akkor ezt majd visszanézed karácsonykor? Igen. Leülteti a családot. És akkor most nézzük meg, hogy először megszülettem, utána meg a Forrestó játékot a Balázséknál. Hát ez egy családi videó, persze. Mennyi volt az idő, Feri? 28-50. 28-50. Jó, nézzük a másik párt akkor. Ugye mi azt mondtuk volna, hogy 28, a Mr. Forrestó úr kollégája. Igen. 28-50. Hát az 28, ez egy fél másodperc. Hűha, Forrestó úrral, te nem szórakozol. Várjál, ez nem lopsz el itt fél másodpercen. Ez belháború. Na kérem, okay. Szépen, kettes csapat, be a kutyus és Ildikó, pedig a kutya idomár. Mi a kapcsolat köztetek? Anyalánya. Anyalánya, és akkor úgy érzed, hogy a lányodat simán belökött 100 000-ért a kutya jelmezbe. Jó fej hát agyom, jó? Hát mondta, kislány, vagy kutya leszel, vagy nem megyünk innen sehova. Jó, az ugatásra nagyon figyeljünk oda egyébként, hogy a végén legyen meg tisztán az ugatás. Egy hangosat kérjek a beától egyet előre. Utas egyet? Wow. Az egy dobermat. Azon nagy esedéket farhátod a kutyának, nagyon éhes. Bár egyébként hozzáteszük, hogy amúgy nem nagyon találkoztok a kutyák kullancsal, hogyha a Forrestó nyakörvet használok, mert hogy 8 hónapon át véd egyébként a kutyákat és a macskákat is, ezek ellen az hogy átkozott lehet valaki kárpikot, ennyire felkészült? Ennyire felkészült a betyárját. Egyébként holnap úgyis Viki jön Szegedre, megmutatom neki ezt a kutyajelmet, szerintem ezt elkérjük. Tehát ebben látok perspektívát. Szombat este lerakjuk a gyerekekkel, aztán mondom a menyecskémnek, hogy nézd már, Vikikér, így hoztam a kitelepülésre. Fogass, te! Jó, de magamra rakom a folytót. Melyik őtök veszik föl? Elveszem én, a Vikinek odaadom a pórászt, már az egyébként is rajtam van, úgyhogy... De most folytónyakör lesz. Megmondom, akkor most végre megvalósult a póráz, úgyhogy akkor kicsit rángassa meg a folytót. Igen. Na, milyen kutya lesz? Mondja elő, milyen kutya? Milyen kutyátok? Hogy érzi magát? Foxy. Akkor legyen Foxy. Jó, a neszed szét azért a végén a kullancsot, jó. Ne kap szét. Csak ugassa meg a kullancsot. János, indulhatunk. Kérem. János, kérlek, indítsd el. 3, 2, 1. Aj, de gyönyörű ez a kutyasik. De beteg ez a játék is. Gyerekek, ennél szeretem. Gyorsabbnak kéne lenni, na, ha nyerni akartok. A kutya ugatásról nem maradjunk le. Nagyon jó. Jövök. Ugatja a kullancsot. Figyelj, bolhát. Ugat! Hallod? Ugat és ugat. Úristen, de beteg. Minden idők legbetegebb játék egyébként. Még egyet. Parancsuralmi rendszer. És itt a vége! Mit gondol az, aki egyébként nem hallgatja a rádiót, elmegy itt a dísztérőt, és azt látja, hogy egy ember egy másik embert kutyajelmezbe sétáltat a dísztérőn a kövön. És azt gondolja, hogy úristen, hová tart ez a világ? Nem, azt gondolja, hogy Orbánik már ide is raktak le egy kis vasutat. A dísztérre? De ahogy érezted? Milyen kutyának? Szar volt. Azt mondja, baromi szar volt. Figyelj, kutyajelmezben végig menni nem, de be a megkönnyítsérelek, nagyon jó kutya voltál. Köszönöm szépen. És az ugatásod, hogy megugattad azt a bolhát kulacsot? Muszáj. Volt. Gyerekért harcolok. Holnap szülinap van, úgyhogy ünnepelni kell. No, tényleg? Csak nagy ajándék lenne belőle. Szeretném, nagyon szeretném. Hát akkor Mr. Forrestó úr, ugye, hol van? Ott van, ne viccel, nem gondolod, hogy eltűnik Forrestó úr. Ott settenkedik mögötted, már ott az van. Az előbbi eredményünk mennyi volt? 20-26.
Ami azt hiszem, hogy a legjobb eddig. Ja, ez a mostani. Ez a mostani. Ja, jó. Forrest úr bedurrantott azon, hogy húztuk volna még, de bedurrantott a Forrest úr. 20-26, hát akkor megvan a 100 000 forint. Gratulálunk. Köszönöm gratulálunk, szépen. És gratulálunk, hogy el, hogy ezzel a 20-26-tal akár versenyben is lehet, majd az összesített nyereményért, mert hogy egyébként felajánlottak egy nagyon kellemes hétvégi üdülést, pihenési lehetőséget egy nagyon jó kis szállodában, majd figyeljétek a spotot. A legjobb idők elérő között kisorsolunk. Mekkora a gyerek? Az egyik három, a másik egy. És mind a kettőnek szülinapja van? Holnap? Holnap az egy évesnek. Egy hónap múlva meg a három évesnek. Hát akkor most akkor lehet most a kettőket lerendezni. Most kéri el nagy ajándékot anyától, jó? Most van lóvére. Kérni kapja. Egy éves. Mit akar? Nem egy a három évessel dumáltunk. Ja, három éves. Itt a három éves is, tényleg? Igen, itt van. Min, na, elmondja, hát ha megsz, hogy minek örülnél. Hogy hívják? Mit? Nem szólal meg. Nem szólal meg. Nem, szégyellős nagyon. Egy PlayStation-t és egy Xboxot kérek. Nézd, látta az anyját négy kézláb egy kutya helmezben menni, hát hogy ne lenne szégyellős. Mondjuk egy például megnézem a gyereket egy ilyen levegő buborékkal a fejfötő, és mit gondolt tényleg, hogy az anya kutya helmezben mászott az előbb. Viszont boldog lesz a szülinap, nem? Ez így van, ez így van. Ma, ez volt a cél. Ez volt a cél. Mama is kap valamit azért a nyereményből? Hát maximum egy dobos sört. Tehát egy dobos sör, tudod, nagyon jó. Egy dobos sör. Én voltam az, aki négy kézláb volt, na. Tehát a munka nagy részét én végeztem. Mama iszik egy sört, azonnal elhasszik a kanapén, úgyhogy kap egy sört, aztán nem is lesz vele baj holnap délután a szülinapon. Jól van, gratulálunk, ügyesek voltatok, gratulálunk. Mr. Forrestó úr azért. Hát igen, mit csinál? Hát mit csinál? Fölem égbe emeli a plusz ajándékot, így hogy van. Ő annak a csapatnak, aki második lett, annak is ad. Mr. Forrestó nagyon nagy forma. Nem lehet másképp csinálni. Ez csak ilyen szakmai alázattal lehet ezt csinálni egyébként. Oké, na jól van. Dalfelismerő játékunk jön még. Jó, valakit kiválasztunk, ha még nem választottunk. 100 000 forintot lehet nyerni, fel kell ismerni a dalocskát. Igen, tegnap volt ugye egy parádés megfejtésünk, tehát hogy gyakorlatilag egy hang nem hallatszódott meg a dalból, már kitaláltak, hogy miről van szó. Így ma van. Azért nehezebb lesz. Andynek kiesett a lobszer a szájából, Kámba, amikor meghallott, hogy úgy vittek el 100 000 forintot, hogy kiesett a lobszer. Igen, de hát reméljük, hogy a mai játékosunk is nagyon ügyes lesz, úgyhogy mindjárt jövünk a játékkal, és a nap legjobb pillanataival 9:30 van pontosan. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 3-4-10 lesz 5 perc múlva. Hát nem mondom, hogy a végére kisüt a nap, de hogy mintha már egyébként szakadozna a felhőzet, és ott az iroda, vagy nem tudom mi az épület ablakából, ott balra nézd meg. Ott már ott fotózgatnak, kileselkednek, egy leányzó, egy lila függöny. Mi van, nem merünk lejönni? Ez biztos valami adóhivatal. Ja, jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük Önök. Vagy rendőrség. Vagy valami komoly. Valami komoly, igen. Vagy valamilyen állami intézmény, vagy kórház. Önkori. Mondom, éreztem. Már nem azért az arcokból, akik kinéznek, tehát nem abból, hanem úgy az egész, az a függöny, meg úgy az egész, úgy éreztem, hogy úgy olyan önkormányzat. Mert rendes, igen. Önkormányzat van, nem magukra költik a pénzt, hanem a városra, ugye? Ez így nem van. Nem ám új épületet építünk, meg új függöny, hanem... Hát, azt nem, ahogy látom. Igen. De nagyon helyes, viszont a városra. Városra költik az önkormányzat pénzét. Ez a sétáló utca, ez egyébként kifejezetten szép. Gyönyörűen megcsinálták ezek is. Térkő, díszkő, bárhogy is hívják ezt. Igen, nagyon szép, tényleg szép lett egyébként. Lát, János? Igen, köszönöm szépen, és az eső is. Honnan érkeztél éppen? Milyen projektet futtasz? Tortát csomagolsz, aláírsz, ajándékot ígérsz valakinek, nem, sípot gondoltam, viszel, hogy mit csinálsz éppen? Így 50 felé már pár percig még csöpög. Ma nem írtam SMS-t, azért jár valami, kérdezi Mátyás. Na, gyerekek, hát dal felismerő játékunkhoz érkeztünk. Kérdezem én, hogy ezt én indítom innen, vagy bentről indítjuk, vagy hogy is? Bentről, hát hátulról indítják. Ez mindig jó, hátulról indítják, az jó. Hátulról indítják, ha szeretjük, nem? Én azért szeretek azért rákészülni előről is, de indítsák csak hátulról. Hátulról is, abban még bármi lehet. Oké, ki a játékosunk, Ferenc? Választasz valakit, vagy már választottál, vagy megígérted, vagy... Hello! Ciao! Aláírta már? Igen. Jó. De rendes. A rendes gyerek ez a Balázs egyébként. Ezt nem, ti nem tudjátok, de Balázs kiment, mikor elmondtad a történetet, hogy itt állsz 6 óra óta, megszólás, hogy én kimentem, aláírtam, közös fotó volt, megtettem. Nagyon sokszor halljuk, hogy rendes gyerek Balázs tőled. Mondjuk más nem mondja. Igen, a Balázsok mindig az én számból, igen. Oké, na, 100 000 forint a tét. Jó. Te reggel 6 óta itt vagy, úgyhogy abszolút megérdemelni. Uh-huh. Mit csinálnál 100 000 forinttal? Vennék újabb elmentős övezet. Megvenném a szigorú bizalmast is, ha még lehet. Antikváriumban, de már csak nagyon drágán van. De az első szériából, az első, az egy eredeti sült a kézír,
akaratot megszereznék belőle. És vennék magamnak ilyen virágos pólót is. Gyerekek, hát az a helyzet, hogy ültetned kell egy fát, írnod egy könyvet, én meg vagyok. Csinálni egy gyereket. És csinálni egy gyereket. Ültettem fát az esküvőben. Így van, hát mondjuk, ájjájáj, az egy bokor volt. Jó, nem tudjuk, hogy fának adták el, de kiderült, ez egy magyaró bokor. Balázs, ebből 5 év múlva tudom, mekkora lesz, itt fogtok majd alatta piknikezni. Igen, a bokor ugyanakkor azóta is. Nem kell mindig jól járni, szoktam mondani, nem kell mindig jól járni. Ugyanakkor a szerelem, mint akkor volt. Így van, elültettük a bokrot, a szerelmük terebélyesedett, a bokor kevésbé. Ez nem is baj. Oké, Viki, szóval mit csinálnál 100 000 forinttal? Hát, idén mennék esküvőre. Sajátodra? Nem. Azért, mert nem tűntél túl lelkesnek, mondom, ha sajátodról beszélsz, akkor beszéljünk róla még pár mondatot, mert lehet, hogy le tudlak beszélni, igen. És lakásvásárlát előtt is állok, szóval mondjuk ügyvédre, vagy... Ügyvéd. Van mire, hogy hallom. Lakásvásárlás, esküvő, hát ügyvéd. 50-70, és akkor 30 meg megy bele a mennyasszonynak. Kinek az esküvője? Az unokaöcsémére. Unokaöcsédé. Szegény. Nem tudja, mibe vág bele. Beszélünk-e vele. Hát, ha neki jó lesz, gyerekek. Küldd el Szegedre, hátra tudunk vele beszélni. A vesztedbe rohansz. Ja, hogy Luke Skywalker is rohant, igen. Megmenteni Owen bácsit. Na! Mutassuk akkor a dalocskát. Jó, stoppot kell mondanod, elég annyi, hogy stopp, már is van a fejedbe, álljuk meg a stoppnál, jó, nem kell folytatni a mondatot. Nyilván sokan sokféleképpen tudnak befejezni, nem kell befejezni. Csak már érted, csak tudja, kinek van, milyen mértékben van kimosva az agya. Így van, tehát elég azt mondani, stopp, jó, és akkor megmondod a dalcímet, meg az előadót. Hát, ha valakit biztosít egy ilyen kollektív megoldással, hogy stoppolhat? Nem, neki kell, Vikinek kell stoppolni, de ha nagyon nem megy, akkor valaki sugrat, jó? Hogy mit tudom én, Szándokán, vagy nem tudom. Igen, aztán majd lezsírozzák, hogy kinek mennyi. Mi indulhatunk? Igen. Indulunk, figyelj, Viki. Stopp. Stopp, megálltunk. Regen, Bowman, Human. Betárját! Azt a mindenségét! Hogy? Azt a mindenségét neki! Na, egy nagy tapsot, ha megtaláljuk a gombot! Megkeresem, nyugi, várja, ne rohanjál, te sohanyja! Én lenne tudom, hogy az... Itt van a tapsot, 3 másodperc! 2 másodperc volt. Várj, 2 másodperc volt, az azt jelenti, hogy akkor mennyi? 80. Akkor 80. Akkor 80. Nem, mert 110-ről indulunk. 90. 90 000 forint! Azt a mindenét! Ragad a Bowman, az volt. Ragad a Bowman, Human. Most volt nagy sikerű koncertje Budapesten. Így van. Ezt te honnan tudod, odaírták? Igen. Nem kértem jegyet. A gyereknek. Na azért, a gyereknek, jó. Megnéztem valahogy, hogy csápolsz a Ragad a Bowman koncertben. Figyelj, még ilyen pörgős, egy ilyen regen egy ilyen ragamufaz. És ez másfél órán keresztül. Mondjuk. Megvan a hatása. Tehát megvan a hatása. Vikikém, gratulálunk, nagyon ügyes. Jó, tényleg ügyes volt. Szokott menni amúgy általában. Tényleg? Igen. Na, hát akkor előbb-utóbb-utól ért a szerencsét, mert tudtál egy ilyet játszani. A játék közel áll hozzád, és a játék meg is talál. Így van ez, rendjén. Gratulálunk, köszi. Jó? Sziasztok. Ciao, hello. Na kérem szépen, jönnek a nap legjobb pillanatai. Jó, mutatjuk Anna a nagy mozizás közben mit vágott. Hát gondolom. Tudod, töltett lábbal. Biztos jó a best of ma. Basszus a best of. Igen. Szóval bevágta ugye a mizójátékot, Robert a küzdelmét is egyébként, ahogy játszottunk ott, meg próbáltuk rávenni a játékosainkat, hogy jól dobjanak. És beszélgettünk a GPS-ről, arról a nőről, aki ugye hát az M1-M7 közös szakaszán, bevezető szakaszán, a GPS mondta neki, hogy menjél balra, ő elment balra, lement egy aluljáróba. Nem túl szerencsés, de hál' Isten nem sérült meg mindenki, és hát vártunk történeteket, amikor is ugye hát valaki a családból szeret a GPS-el vitatkozni, vagy éppen nagyon hinni a GPS-nek, és végrehajtani azt, amit a GPS mond. Ha van ott út, ha nincs ott út, nagyon sok SMS-t kaptunk. Rendesen közlekednek az emberek, értem, amit mond a GPS. Betartják, amit a GPS mond. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Hoppá, hoppá. Itt is vagyunk. Gyerekek, az tényleg könyört el az időjárás, hogy a végére eláll. Nem? Az, hogy 10-kor kellett volna kezdenünk ma, igen. És akkor rendben is lennénk. Bármit is ettél, csak önindulatból szólok, hogy itt a bal oldalon még egy olyan fél. Mert úgy szeretem. Fél kiló még ott, mert csak szólok. Szeretem. Jó, az már a te döntésed, csak én akarom, hogy tudj róla, aztán majd mit kezdesz fel. Tudod, milyen hosszú az út Szegedig, addig ennie kell. Valami fehér volt, amit ettél, az biztos. Most már jó. Most már jó. Egyébként erről jut eszembe, nagyon szépen köszönöm a fotót, amit kiraktál a Facebook oldaladra.
jelzem, hogy a következő fotónál be fogom rakni majd a fogaimat, csak annyi volt, hogy ugye megettem azt a nagyon kellemes ízű vegán csoki tortát, és telementek sajnos a fogközeim. Ki kellett vennem, és most be volt áztatva kint a sátorban, és amikor Balázs csinálta a szelfit, akkor sajnos, de majd legközelebb beteszem mindenki kedvéért. Nézzétek meg a Facebook oldalon, hogy föltettünk egy közös fotót, mikor ti itt álltok a háttérben, és tényleg olyan, hogy nem úgy néz ki, mint egy lenne 32, de úgy sem néz ki, mint a kettő lenne. Nem, hát olyan, mint egy ilyen nagyobb hátszéli kinyomta volna a fejedből a fogaidat. Ez akkor mindenki egyszerre tíz, mosolyogatok, mosolyogatok, gyerekekkel, akár akarom a fogaimat. Ne fogazz! Na jól van, figyeljetek ide, mondjuk, hát ez már inkább a holnapi kitelepülésre érkező hallgatóknak szól, hogy holnap ugye Szegeden leszünk, igen. Szegeden leszünk, azon belül is ugye Szeged de az nagyon fontos. De csak kabalából hozzanak ernyőt magukkal, mert valójában nem lesz rá szükség. Így van, és egy hatalmas palota előtt leszünk. Egy palota előtt leszünk, úgyhogy gyertek, ez a Reők palota. Előtt leszünk, úgyhogy Szegeden kezdünk holnap 6 órakor. Így van, de még mielőtt a Szegedre ellátogatnánk, azért elmondjuk, hogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat Zalaegerszegen, és egyébként Zalaegerszegen még mindig van egy rakás olyan program, ami nagyon sokan nagyon jól érezhetik magukat, például június 1., 2. és 3. napján Street Food Fesztivál lesz, 15 food truckkal, ezen kívül június 8-án, 9-én, 10-én Zalaegerszeg legnagyobb multikulturális fesztiválja kerül megrendezésre, az Egerszeg Fesztivál, július 6-án, 8-án pedig Restart Fesztivál lesz, ami egy országos sportfesztivál. Mindezt fejből, megőrülök. Ellátogatni. Ez a csávó, bárhova megy, felkészül belőle. Nagyon durva vagy. 3-2-1. Igen, 3-2-1, Forrest Úr fújja a zsípot. Na a lényeg egyébként, hogy fotózzátok már le 10 órakor. 10-től este 6-ig, ha bárhol 10 fokot mutat a hőmérő. Nem mondom, hogy felezünk, de keresetek már valójának egy kis pénzt. Ugye a fogadás az volt, hogy két hete mondtam, hogy meg lesz ennek még a bőtje, már nem a kitelepülésre akartam mondani, de én éreztem, hogy lesz itt még 10 fok. Bárhol az országban 10 fok van, fotózzátok le, és holnap Viberen várom az üzenetet. Jó, hogy órával együtt. Órával, tehát lássuk, 15-10 fok, valahol, ahol ti most jártok. Többen írják, hogy meg lesz. Még kell 3 perc, de utána mehet. Így van, látom egyébként a törekvést, mert hát ugye a legszebb öröm a káröröm. Közvetítek itt a képeket, az ország minden pontja. De 10 óra után kell küldeni. Legyen rajta az órán, hogy hány óra van. 10 órától este 6-ig kellett 10 fokot. És akkor csak bejött. Hát a tízecske, na, Balinak holnap egy kicsit. Pont berakod a teám alá, úgy reggel, hogy belépek az üvegstúdióba, már el is felejtem, de látom, hogy oda bekészítetted nekem, és akkor eszembe jut, hogy milyen becsületes ember vagy, te odaraktad a 10.000 forintot. Így kell ezt csinálni. Kell neki a zsuga a következő női karrigára. Kis virágot. Igen, mert nem kell még egy virágos felső. Na jó van, hát nektek nagyon jó utat, Szeged szép táv, tehát 6-6 és fél óra és ott is lesztek, te még megállsz Velencén. Én nekem még van egy kis dolgom, de estére már ott vagyunk. Te nem is jössz ma este? Én ma este nem vagyok, csak mondom a szegedi rajongóimnak, nincsenek kevesen, hogy ne várjanak, ne keressenek a városban, ne kiabáljanak kukákat, hogy Balázs, hol vagy, Balázs, hol vagy, nem leszek, már holnap reggel érkezem. Már most felhúzzák a fekete zászlót a polgármesteri hivatalnak. De a Békés Csabaiaknak mondom, hogy Békés Csabán egyébként kiabálhatnak ma este. Kiabálhatnak, mert jövök. Ugyanabban a szállásban leszünk? Teniszpálya volt a Békés Csabai szállodák mögött? Egy nagyon jó kis teniszpálya. Nagyon jó volt, csak előtte keres még partnert edzeni egy órát. Egy út volt, és az én szobám pedig oda nézett. Én most ennek nem mondom, hogy megvenni. Sparingolnék egy órát. Úgy is megszívod a másikkal is, hiába a Csabai szállás nagyon jó volt, ez is nagyon jó lesz neked, úgy is nem mindegy. Nem gondolod, hogy nem szívod meg. És, tehát biztos, vagy lesz, lesz valami melletted, vagy a kuka. Most azért nem én költöztem el, te is tudod. Az is igaz. Na jó, hát ha jó lesz a szobád, majd teszünk róla, hogy legyen benne valami turpisság, nem? Azért, vagy ha mutatszik valamit, csak oda viszünk az ajtód elé. Így van. Ha más nem akarod, akkor róla flútok. Csak oda tudok piszkítani a szőnyegedre. Csak valami intelligens poén. Na, oké, átállíthatom az órát? Persze, hogy átállíthatod az órát, drága hallgató. Állítsd át 10:57-ről 9:50, vagy 9:57-ről 10:00? Nem. Fő a korrektség. De hűtőházba be lehet állni azért nyugodtan. Oké, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, és utána elköszönünk, és akkor felkészül Szeged. Jó, holnap Reők palota előtt várunk mindenkit szeretettel. Állítólag nem fog esni. Hazudta Balázs. Hazudta Balázs 10 óra, akkor az a legjobb. Nem, tényleg gyerekek, nem lehet kétszer ennyire rossz időnk. Már volt kétszer, csak mondom, tegnap meg ma. Balázsék? Ott van! Így is van. Hello, jó reggelt, hogy hívnak? Szia! Sziasztok! Hogy hívnak?
Lóránci Mónika. Móni, hát te írtad nekünk az SMS-t a férjedről, aki beül az autóba, igen, hosszú órákig tervezi az indulást, majd ugye beszól a, igen, GPS-nek, hogy nem arra megyek, meg hogy ki az okosabb. Ezt mi nagyon szeretjük, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Nagyon szépen köszönjük. Hát igazán nincs. Merre hallgatok minket? Polgárdi. Polgárdiban, jól van, egy szép ajándékcsomaggal, háláljuk meg, hogy bennünket hallgatsz, jó? Köszi, puszi, sziasztok, ciao, ciao. Szia. Hello, hello. Na, drága zalaegerszegek, hát le a kalappal előttetek tényleg. Csodálatosak. Mindenki hajat mosott, mindenki megázott, tessék felvenni száraz ruhát, de végén egyébként már elindult a száradási folyamat, de tényleg köszönjük a kitartó lelkesedést és a 6 óra óta itáldogálást, mert azért le a kalappa, 6-kor volt eső. Szörnyű volt. Ávelkém, irány Szeged, jó? Ma holnap elmeséled, hogy jutottál át, az egy komoly túra lesz. Azt a holnap reggel meghallgatjuk. Budapest, Szeged, szép lesz. Holnap 6-kor jövünk, szevasztok, köszönjük. És uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.